Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk. 12 perccel jó reggelt kívánunk mindennek és mindenkinek. Péntek van, hát ez ennél jobb hírtém ma nem tudok mondani szerintem. A leges legjobb. Ennél, ezt nem tudom überelni. Tehát tudok snapszerozni és Uber kényszer van, de ezt nem tudom. Nem tudom überelni. Mert nem lehet. Úgyhogy köd ide, köd oda, hideg, ide, hideg, van. Oda, nagyon nagy. Olyan nagy köd van a hatoson végig. Városban semmi, mondjuk. És ott a nullás, hatos, szerémi, fú, nagyon, nagyon durva. Úgyhogy mindenki. Kapaszkodtam én is rendesen, hogy nézzek előre, meg lássak, mert ilyen brutál, mint egy filmforgatás. Ködlámpa, de ha utolérnek hátulról, kapcsolják ki a hátsó ködzáró fény. Érdekes, nekem ködben sem jut eszembe a ködlámpa. Mert annyira jó. Rájöttem, hogy a nem ködlámpa... Nem akar zavarni senkit. A ködlámpa félelemre alapul. Erre rájöttem. Ez egy félelemre alapuló eszköz. Az arra van, hogy félsz, hogy hátulról neked jönnek, rettegsz, nem érzed magad komfortosan vezetés közben, szorongsz, és bekapcsolod, hogy ne legyen baj, és aztán elfelejted lekapcsolni, annyira félsz. Tehát az egy félelemre alapuló eszköz. Ez azért nyomom be, hogy jaj, nekem ne jöjjenek. Igen, mert hiszen neked hátrafelé nem kell látni, tehát azt nem segít, ez pontosan erre van, de valahol azért érthető, hogy senki nem szeretné, hogy így hátulról bele trafáljon. Igen, valaki. De nekem ködbe se jut eszembe valahogy. Tehát, mert te annyira gyorsan mész, hogy téged nem érnek. Hát, ködbe nem tudok. Ködbe nem tudok, de sose kapom. Tényleg most, hogy mondod, hogy ködlámpa, most jut eszembe, hogy tényleg lehet fölket van kapcsolva. Azért is büntetnek, ha nincs fölkapcsolva? Vagy ez egy opciós szerződés a kocsimon? Hát, egy opciós lehetőség, ami leírható, mint a szerződéseknél egy-egy lehetőség, amit le lehet hívni. Hogy opciós? Opciós, azt szerintem azért nem büntetnek meg. Tehát ha lekapcsolod, milyen hülyeség, ha valamit nem kapcsolok le, tehát nem kötelező használni, de ha nem kapcsolom le, megbüntetnek. Szerintem azért se büntet, ha tehát most utolér téged egy rendőr, és be van kapcsolva a hátsó ködzáród, és te nem kapcsolod le, azért nem büntethet. Csak édesanyját csuklik, de folyamatosan. De egyébként azért büntetnek. Tényleg? Sajnos nem állítanak meg, tehát szigorúban nézik a biztonságjövet, meg a sebesség túllépést, de elvileg igen. Tehát elvileg azt hiszem, hogy az büntethető, ha te városban ködlámpával mész. Az nagyon komoly. Aha, a városban lehet, nem tudom. És elsőt is? Mert akkor viszont, ha beállsz valaki mögé, akkor elvakítja a ködlámpát. Az első nem, az első nem. De a ködzáró fénnyel viszont, ugye, ott az a lehet büntetni. Azt írják, hogy ritkán mennek rá a rendőrök, de a ködlámpa indokolatlan használatáért bírság jár. Hát, tök jó lenne, ha sűrűbe rámennének egyébként. Jaj, nagyon későn kerültem tegnap ágyba. Na miért? Milyen volt a srác? Mi az, hogy miért? Te úgy aludtál el tegnap, Jani, hogy nem az volt az utolsó gondolatod, hogy a bocsival és a Buda Marcival. A Marcival. Hát tényleg, tegnap volt a nagy nap. Éreztem. Felelőtlen. De éreztem, hogy valami itt nem stimmel. Mondom, oda van a készítve a cuccam? Igen. Összekészítettem a kis kamerát? Igen. Bevettem a vitamin? Igen. Jó étpuszi mindenkinek meg volt. Akkor mi a baj? Bevettem. Így van. Minden megvan. Kik utaznak azon a hajón? Semmi gond nincsen. Kicsit régi a kód, de még mindig jó. Valami zavart érzek az erőben. Azon a hajón utazik a fia. Az valószínű egy diplomata hajó. Az egy diplomata. Igen. Egy diplomata hajó. Nagyon jó kis rendezvényen voltam tegnap. Egy Kultivó nevezetű rendezvény, amit ha jól tudom, hát most nem biztos, hogy jól mondom, mert havonta egyszer rendezik meg, egy bizonyos szórakozó helyen, és arról szól, hogy a fiatalok beülhetnek és meghallgathatnak különböző előadásokat színészektől, zenészektől, menedzserektől, sportolóktól, műsorvezetőktől, üzletemberektől, aki éppen a meghívott vendég. A legendák. Mi a sportolók és az üzletemberek. Sportolók, üzletemberek kategóriában indultam én. És hárman voltunk. Hát gyerekek, most tényleg mindenféle nagy képviség. Összesen a nézőkkel együtt. Négyen a kérdező. És a kedves érdeklődők. Ábel Anitával, mert ő volt a kérdező. Nem jutottak be. Tehát akkor a túl jelentkezés volt, hogy van, akire azt kellett mondani, hogy nem, sajnos. Hogy stop van. De nincs bejutás. Kint maradtak egy csomóan. 400-500 voltak, azt mondták, hogy rekord. Rekord nézőszám volt. Ki nagyon jó hangulatú kis rendezvény, egy szórakozó jelmó, mondom. A Kultivó, és a Bocsival voltunk, és Buda Marcival, a Petőfi Rádió reggeli műsorvezetőjével. Volt több olyan ember volt, akinek nemet kellett mondani. Esperes úr. István. Igen, ne haragudjam. Petra, nem tud bejönni. Elnézést, bocsánat. De jó hangulat volt, fűrtek bele volt. A Klasztól is nagyon sokan voltak.
A kollégák. De a Peti, az a Roli, az Anita, na rengetegen. Volna, csak már nem fértünk. Tehát mi az 500-on felül voltunk. Igen. Rengetegen. Velük találkoztam, aztán voltak ott nagyon sok televíziós volt, nagyon sok tévés, nagyon sok rádiós. De mi hamágokat nem szoktunk találkozni egymással, ez éves szokásosan. De kíváncsi voltam. Legalább itt akartak vele találkozni. Nem velem, hát gondolom meg Bocsival, volt nagyon sok slágerrádiós, ott a Baj Anita, a McFly-ék, a TV2 volt programigazgató, tehát nagyon sokan voltak a médiából, olyan volt, bármerre néztél, mindenkit ismertél szinte. És másfél órát voltunk színpadon, de nagyon-nagyon jó hangulatú volt. Hát Buda Marcinak, ha még ma be kell mennie, akkor az mondjuk jó szabadságom. Nem, igazából nem, neki nehéz dolga volt, neki baromi nehéz dolga volt, mert hát egy közszolgálati műsort vezet, nem tudsz olyan jó sztorikat mondani. Egyébként nem tudsz annyira izgulni, nem is történik. De volt valaki, hogy megkezdi, hogy lehet a műsorvezetőkkel adásba kerül, kapcsolatba kerülni adásba. És mondja Marci, figyelj, én nem tudom. Hát se tudom, hogy van-e telefonszámunk. Van telefonszámunk? Azt hiszem nincs. Hát én SMS. Van telefon, de az nem szokott csörögni. Sírtam rajta, mondom. A lazán kezeltem. Évi 8 milliárdból az MTV-nak nincs lehetőség, hogy vegyenek egy orvos. A vonalas telefonunk az van, csak nem tudom a számát. Ugyan osztás volt, olyan adó kapok ment, de nagyon nem oda, nem oda csörög, nem hozzá csörög a telefon. Van telefon, csak máshova, ahol tényleg a döntéseket hozzá. Jó fej volt egyébként a Marci. Nem is fej volt. Nagyon jó fej volt. Gabi is kapott azért egy kicsit, 4-10-kor indult a beszélgetés, hát mondtam, hogy halkan beszélnek, mert a Gábor ilyenkor már ágyban van, úgyhogy a Gábornak ilyenkor már aludnia kell. De jó volt, helyes volt, aranyos volt, Andi is ott volt, úgyhogy Gábor párja, úgyhogy tényleg nagyon jó. Negyed-tízkor kezdődött. Hát 9-kor kezdődött volna, de 9-8-kor voltunk valahogy, így voltunk színpadon. Ja, csak a 11-ig. 11-kor jöttem ki a szórakozó helyre, 3-11-kor. Még ott maradt Récselsz kicsit, annyi arc volt, akivel lehetett volna, még maradtam a csónó gyerekek. Nyuggerba nyomom, hát mennem kell aludni. Ki vigyázott a gyerekre? A Petra? Pordán Petra? És van Danival. Brutál nagy buli volt nálunk. Az babázunk. Jó van, Dani, babázunk. Kivel babázunk? Velem babázunk. Úgyhogy nagyon jó kis rendezvény volt, ügyesen megcsinálták a szervezők, azért havonta egyszer így megtölteni egy ekkora helyet, az nagy dolog, úgyhogy nagyon jó. Ez egy baromi menő rendezvény, gyerekek, ebből látom, hogy öregszünk, ez a kultivó, milyen mész a kultivó? Mi kultivó? Azt hittem, hogy azt mondta, hogy ebből látom, hogy ti nem vagytok menők. Nem, ezt akarom mondani, csak én ugye nem mozgok annyira Facebookon, interneten, hát ez egy ilyen ott terjedő, ilyen kult rendezvény, és úgy... Hát most egyszerűen a fejemre lehet olvasni, én nem nagyon tudtam erről, nem nagyon ismertem, voltak már nagyon sokan előadni, de nagyon klassz volt. Ki is a Tatter közül? De semmi. Úgyhogy nem, te tudtad, ismerted ezt, hogy kultivó? De hát mi, de most komolyan vidéken, kérdezem. Hát, de most komolyan. Mi a kultúrházig se jutunk el Budapesten. Ezt is, hogy kultivó egy hónapban egyszer egy nagy ismertetés. Igen, most hallottam először. Jó, nem, bennem van, én nem hallottam, de nagyon. Folyik. Le a kalap alatt. Szóval jó. A szervezők előtt jó volt, igen, abszolút. Abszolút jó volt. Jövő hét? Újabb meghívások, újabb előadás, újabb világ. Kicsit szomorú vagyok, most nincs. Senki? Most hogy? Azt hittem, hogy kellett venni még egy naptárt, mert hogy érted, már egyben nem fér be. Nem, most volt 3 is egymás után, most egy picit nyugi van. Érzik, hogy kezdenek kizsigerelni, és adnak egy kis fölkészülési időt a következő etapra. Jó, én szeretem, tényleg szeretem. Veletek minden oké, jó volt? Szép hát nem annyira. Oké, kérlek szépen, egy picit visszatérünk, akkor itt már rendőrséget az előbb elkezdted mondani. Szerintem egy nagyon fontos hír van, amit meg kell osszunk az autós társakkal, mert hogy ugye évvégére ígérik, hogy mind a 365 darab komplex közlekedési ellenőrzési pontot fölállítják. Ajaj. Ez az, ami ugye ilyen fixen telepített sztori, de mondom nektek, hogy például a kokáért, ha valaki a 10-esen jön be most Solymárnál, akkor már a 14-es kilométer szelvénynél már ilyen telepített cuccal találkozik, de Nógrádban, Komárom-Esztergomban, Fejér megyében és Pest megyében már egy csomót beüzemeltek. Mondom, ő már nézni fogja a biztonsági övet, tehát nincs már olyan, hogy nem kapcsoltuk be, mert a telepített cucc... Ez a minden tudat, ez már eljárásban bocsiul is tudom. Ez már a minden tudat, tehát gyorshajtást néz, biztonsági övet, áthajtást a jelzőlámpánál, ha a te sárga pirosat megcsípted, aztán záróvonal, kötelező haladási irány, tiltott behajtás, autópálya leállósávban haladás, buszsávban haladás, lejárt műszaki valautózás. A idős néni átkísérős, első segítadós. Hú. Azt is nézi. Figyelj, de ezt most halálkom olyan, amit felsoroltam, tehát azt nézni fogja a forgalmi engedélyedet. Hát mert hol tartunk már? Már nyilván nem azt nézi. De mit néz a forgalmi engedélyedet? A rajta van a rendszámod az autón, azt ő szépen leolvassa, és ezt azonnal tudja ellenőrizni, hogy neked van-e műszaki.
A betyárját. Ez nem hangzik túl jól. Ez nem hangzik túl jól. És még oda se mertem tenni hozzá a büntetési tételeket. Mert olyan nincs, hogy mondjuk 5000 forint. Szóval gyerekek, gatyáig vetköztetnek minket. Nagyon kemény lesz. Nagyon kemény lesz, és ezek már működnek. Évvégére 365 darab lesz. Autópályán is van, autóúton, sima úton is. Mondják, hogy ne hibázz, meg legyen minden rendben. Ez baromi nehéz. Ők biztonsági zöld kártya, mit tudom én, mert nincs egyébként. Szóval annyi mindennek kell hirtelen lennie. Én nem tudom, most vettem észre, hogy le fog járni a forgalmon az EU-vizsga például, vagy a jogsimon. Tehát egy hülyeséget van. Az EU-vizsga. Igen, van egy dátum a jogsidnak, meg van egy dátum az EU-vizsgának, és a kettő nem ugyanaz. Én ezt például nem tudtam, és most megnéztem, és bajban vagyok, mert el kell mennem. Meg Cooper teszt, 10 fekvőtámasz, 20 fekvőtámasz. Ami aranykanén rám teszi majd az... meghallgat kicsit egy stetoszkóppal, hogy akkor hörög el a tüdőm, és akkor betecsételi, hogy még vezethetek legalább egy 10 évig. Padara, most elindítom kapaszkodra. Igen, úgyhogy hát ez jó. Na jó, úgyhogy csak azért szóltam, hogy lesz a részletes lista róla, vagy megtanuljuk mind a 365-öt, vagy akkor normálisan fogunk mától közlekedni. Ez minden néz akkor. Én nem tudom, mi van. A barázdamészség, a gumin. Mindent, igen. Én nem tudom, mi van. Lekopogom, én több mint egy vagy másfél éve nem kaptam levelet Vas megyéből, és rettegek, hogy ez valahol gyűlik, mert rossz helyre megy. Egyszer csak megérkezik a postás, hogy elnézést, Sevestsénul, elnézést, ne arra ugyan, ezen utca helyett, azon utcába dobtuk be, de kiderült, hogy nem lakik senki, kiürítettük a postát, és bejön 400 levél. Rájöttünk, hogy nincs reakció, úgyhogy kötegeljük, a kellemes karácsony ünnepeket, boldog évet parancsolja. Vagy a rendszer hiba miatt más címre megy, vagy elképzelhető, hogy egész egyszerűen nem fotóztak le, nem. Megjavult. Á, nem hinném. Vagy csak leadták a rendszámodat? Hogy srácok, ezt a fiút. Hát már nem tudod ezt megcsinálni. Ez régen ment, hogy kivették, meg leadták, igen. Nincs is nagyon ismerősöm, meg nem is keresem, meg én ettől félek, hogy aztán valahogy kiderült, tudod, inkább befizetem. De lehet, hogy te nem is tudsz róla, csak van valaki, látta egyszer egy rendőr ales értet, hogy beszélsz. Miért nem feltételezett, hogy esetleg nem megy egy gyorsan? Tehát miért ez az utolsó, ami eszedbe jut? Hát miért kell mindig, miért nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, a Balázs megváltozott. Másfél éve. Nem kaptam levelet Vasmegyéből. Mi történt másfél éve? Mi az a fordulópont, mert akkor... Másfél évvel ezelőtt volt valami? Semmi. Az ég egyet a világon. 2014, mint én májásra. Most csak én, mint jó hírt mondom, hogy azért ezt lekopogom. Hát azért régen 30-acska, 45-öcske, itt egy gyorshajtás, ott egy gyorshajtás, nem jött semmi. Semmi. Néha elfelejtem ezt a rohadt parkolást elindítani, és akkor megbüntetnek. Ami azért nagy szemétség, hogy 400 forint egy óra, és a 10-szeresét fizeted, azonnal hibázol. Tehát azért az aljasság. 15 napok 4500-öt kell most becsengetnem. Nem. Az egyébként változik, azt szerintem a kerületek szabják meg, mert én egyszer fizettem 4500-et. Valami, ott egy kicsit így meg elkezdett tikkelni a szemem, hogy mondta, hogy tetszik mondani, 9000? Egyből 9? Ez kemény. Valami ilyen 9-et, vagy az valami vidéki város, ott már nem emlékszem, de az egyszer kemény. Elhussantam, és egyébként meg a belváros, igen, az ilyen 4000. Az se kevés. Fonendoszkop, köszönöm, igen. Nem stetoszkop, mindegy rosszul mondtam. Még nem vittem meg a káoszt. Stetoszkop gyerekeig, fonendoszkop, meg eljártottam még gyerekkorán. Fonendoszkoposat játszottunk állandóan. Roland, köszi. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Egy rövid kis ismétlést. Gönci Gabi? Ja, igen, hát felhívtuk a mi Gabinkat. Egy ország Gabiát. Egy ország Gabiát, és fantasztikus történeteket mesélt a Fókusz elmúlt 18 évéből. Bizony, 18 éves lett, és azért ez nagy dolog, mert hát, hogy a kereskedelmi televíziózás is akkor ugye tulajdonképpen 18 éves idén, és felhívtuk Gabit, hogy kicsit meséljen a kezdeti időkről, hogy került mi oda, van? Mire emlékszik. Gabit a pillanatművészét. És igen, ők a pillanatművészei, ezt tudtuk meg tőlem. Úgyhogy megmutatjuk, miről meséltekünk tegnap Gönci Gábor, aztán jövünk még vissza a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, mit írnak még így korra reggel hallgatóink. Azt mondja, hogy azért nem kapsz levelet Vas megyéből, másfél éve akkor cserélted le az autódat, a tréler meg nem megy gyorsan. Bali, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Elkaptátok a kávét tolvajt? Kérdezi egy hallgatónk, név szerint Ricsi, hogy ugrasszuk ki a nyulat a bokorból, mert hogy ellát bennünket kávéval. Ricsi, megoldottuk, köszönjük szépen, nem kell darálni akartunk. Én voltam tegnap vásárolni, kis bevásárlókocsit tologattam, és hoztam egy 2 kilósat, úgyhogy feltakoltak. Kávétejszínt hoztam, tejet hoztam, olyan kávét, hogy megszólal, úgyhogy el vagyunk látva. Nagyon jó. Ettől függetlenül nem tudjuk, hogy kilopja a kávénkat. Nem, viszont megtaláltuk a program a különböző funkciói között a log.
Igen. A lock jellegű dolgot. Úgyhogy zárolt. Most azzal most tudunk egy picit variálni. De hát tudjuk a feloldást is, mert nehogy az legyen, hogy így ráadjuk. Hát én igen, és ez pont elég nekem. Ez mondjuk jó. Jó. Gyere korán, légy szíves hétfőn. Igen, úgyhogy a tolvaj nincs meg, viszont most komolyabb eszközöket kell elővennünk és használnunk, hogy meg legyen. Elzárjuk a kávét, és lokkoljuk a kávégépet. Hát ez az első. Ez az első. Most így legfeljebb elrácsálhatják a babkávé darabokat. Igen. Balázs, amit te botorkáltál, a ködben babosék 6-4-7-5-re kikaptak Kingiszéktől. Szia. Ez mondjuk várható volt. Nem tudom, hogy jön össze a kettő, hogy amíg én botorkáltam, hogy kikaptak. Hol voltál, amikor ott kellett volna lenned? Egy kis harag is. Kikaptak. 7-5-6-4-re. Szia! Jó, hát most azért nem én tehetek róla, de... Többször is hívtak, hogy mi legyen a taktika. Nem válaszoltál, csak botorkáltál a ködöt. A lényeg, hogy Roger behúzta. Úgyhogy véletlenek vannak, hogy... Vannak véletlenek, Roger behúzta, gyerekek, ez a lényeg. Ma megint játszik. Sérülés mellett feladta az ellenfele? Nem, a Kolsejbenre játszott, de hát ő egy elég középszerű játékos, ja. Úgyhogy, úgyhogy nem volt. Ma pedig a Goffinnal játszik, ha esetleg. Da. Goofy. Ma Goofy-val játszik. Roger, de benne van még a Nadal is egyébként, úgyhogy majd... Ez most mi? Ez egy nagy torna? Ez vagy egy 500-as. Na már tanulsz. Na, egész jó. Ez eszembe jutott, mondtál valami ilyesmit a múltkor. Ez egy 500-as torna, most Bázel van. Aha. Aminek tulajdonképpen tud, nagy tétje nincs. Gyoko el se indult pihen. Azt hiszem... És... De kár, hát akkor mire fogunk fogadni? Nadalra. Én legyek Nadalos most? Hát akarsz. Hát csak mondom. Lehet Goffinos is. Goofy. Hát ez a Goofy, ez nem egy biztató. Csak mondom, hogy lehet, de benn van Nadal. Azt hiszem, még Möri sincs. Vagy nem indult, vagy sérült, vagy nem tudom, mi van vele. Na, nézem még, hogy van-e valami, ami fontos lehet. Babosi, kikaptak. Hát sajnáljuk őket. 25 és úton Egér felé Kerecsen belterületén trafiznak már. Adri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jól van, játékunk a mi a helyzet? 2-1. Hát, ami ugye igen. Azért érdekes, mert a hétvége van lassan, péntek, tehát ilyenkor már 4 pontnak össze kellett volna gyűlni, de volt egy vissza véleményes játékosunk, úgyhogy 2-1 a javunkra. Ezt a hetet már beszíthetjük el. Megáll, még lehet. Na, meglátjuk akkor. Jó, jelentkezzetek játékra, ha éreztek magatokban energiát, mi meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a hírek után. A Morning Show a Klassz FM-en. 7 óra lesz, pontosan 8 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. M6-os Budapest felé a 108-as kilométernél a mobil petrol kútnál radar. Robi küldte nekünk, köszönjük szépen. És M1-es pályázár Hegyeshalom felé a Bábolnai pihenőnél. Hát ennek nem tudom. Nem tudom, hogy mi az oka. 60-as kilométer Bábolna, 60-as. Csak annyi, hogy Hegyeshalom felé a Bábolnai pihenőnél 60-as? Az úgy igen? Kerül 60-70. Ja. Nem tudom. Nem tudom, hogy mi látott. Egészen pontosan vagy, hogy mi az oka. Mi van? Hogy negyedórás hírmagazin van, gyerekek. Hagyj mesélj, utoljára esküszöm, hogy utoljára akarok erről beszélni. Ja, már fel se tűnik. Tényleg. 15 percen keresztül hírek van. Itt ül a Jani velem szemben. Mind a ketten nézzük a netet, néha ránézünk Alexandrára, hogy minden a legnagyobb rendben van-e. Így van, és látjuk, Kostata, hogy egyébként nagyjából, igen. Hogy nagyjából, igen. Az utolsó hír, a legutolsó mondatánál Jani föláll és kimegy. De tényleg, miért nem a hírek alatt? Hogy miért negyed óra, 20 perc hát, volt. Már 20 perc. Valahogy ez így van belém kódolva. Kimegyek, és de azért kikérem magamnak az olyan számokat, amikhez verzét nem jönnek, csak refrént. Érted, azt az egész szám alig van 2 perces, de verze nincsen benne, csak refrén. Kövess engem, komolyan mondom, kövess engem. Én nem késhetek el nagyon a megszólásokról, mert az már vég lenne. Figyelj. Nem kell bedobnom pénzt, mert tegnap bedobtam 200 forintot az utolsó megszólásunkban, miközben kiderült, hogy Anna bedobott helyettem reggel 100-ast. Kétszer késtem, Anna egyszer bedobott, egyet kellett volna dobnom, kettőt dobtam, nem tehát most nem kell. Szóval van még bent. Nekem egy 1000-esem van bent, úgyhogy még 9, jaj, gyerekek, belefér. Már csak 8 egyébként. Na játsszuk, itt van a játékosom már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Hello, jó reggel, sziasztok. Jó reggel. Hello, Robi. Hello, Robi. Honnan hívtál minket, Robi? Győrből. Hát Győr. A jelenleg csornám, ez még Sopron fele. Sopron fele, nagyon jó. És kivel szeretné játszani? Hát, szeretnék nyerni ezzel a Ferivel. Na jó. Úgy érzed, hogy Ferivel tudsz nyerni. Feri, jó. Persze. Akkor indítjuk is az órát. Esetek. Akkor kikezőkent rend, dob be a WHO-s cuccot.
Igen, hogy neki fegyvert a kezébe. Mehetünk? Mehetünk, persze. Na, Jani. 3, 2, 1, fire. Hallottad a tegnapi adást, Robi? Hát, követtem, de egy-két eseményről lemaradtam. Mert néha ki kell szállnom az autóba, be kell vinnem az árut. A áruszállító vagy? Áruszállító. Hippó, foglalkozunk igazából mindennel. Győri, vegyi. Mi vagyunk az asszisztens. Vegyi áru? Vegyi áru, persze. Van WC papír, éttermek, meg viszünk szalvétát. Na, és most Sopron... Sopronba mész most? Sopronba, Sopronba. Az új autópályán. Hát, még csak félig van kész igazából az új autópálya, Szombathelyig fog tartani, még folyamatban van. Király. Nagy autód van? 3,5 tonnás. Áó, az nagy? Hát, fogalmazunk úgy, hogy közepes. Közepes autó. A piros? Szürke. Szürke színű? Szürke, és fel van matricázva. Rajta van a cégmotorica, gondolom. Kolbász minden szereted, Robi? Hát, reggelire szeretem, megetem. Nagyon jó vagy! Ez gyerekek, jó, ez jó volt! Srácok, be kell vallanom, az utóbbi idők szerintem egyik legjobb játék. Lazán, Robi, nagyon jó! Gyakorlatilag megállíthatatlanul, nem akarom azt mondani. Ferit is nagyon szeretem, de Robi ma egyszerűen lehengedő. Király volt. Zseni volt. Tényleg jó volt. Úgy ment, hogy meg se rezdült a hangja, meg se állt. Pedig izgultam azért. Pedig ez nem hallatszott, Robi, nagyon jó vagy. Robi, kell, megvan az ajándékcsomag. Ügyes vagy. Mi jár az jár? Tényleg, meg kell, hogy adjuk, mert ez hibát lehetik volt, flott volt, és nem mondtad ki. Végre, tényleg, ez egy jó játék volt. Küldjük neked, jó? Jó, köszönöm szépen, további szép napot. Sziasztok. Neked is, köszi, is. Hello. Kicsit beleszuszakolt a cégre reklámot azért, de arra gyorsan átbeszéltem. Kicsit letolta azt is. A Gönci is tegnap csinálta. Olyan, tényleg tanultam. 4 perc, pontosan 7 óra várunk friss közlekedés híreket. Írjátok meg, hogy mi a helyzet az M1-esen, mert ugye a 94-es kilométernél minden Győr felé haladót leterelnek, óriási a dugó, Komáromnál érdemes letérni. Hege küldte nekünk, hát ez egészen pontos, Hege, köszönjük, ha van még pontosabb, hogy mi történt, azt is elküldhetitek, de meneküljetek az M1-esről. Durva? A 94-es kilométernél, mert hogy brutális baleset, és mindenki, aki Győr felé megy, az még Komáromnál le tud jönni, úgyhogy használjátok azt a lehajtót. Jó? Sok helyen köd van az országban, nagyon vigyázzon. Igen. 3 perc múlva pontosan 7 óra. Jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a hét utolsó napja, hát ez... Hát azért plusz. Egy tapsot megérdem, mert bocsánat. Istenem, múlt héten ilyenkor már nem dolgoztunk, most pedig még dolgozunk, de már péntek van. Ez egy egészen más energetikájú, hangulatú nap, mint mondjuk a hétfő. Ezt én mindig elmondom, de tényleg érzi az ember, nem? Így van. Magán, hogy ez valahogy más, hogy kell ez is. A hétvége erőt ad mindenkinek, reméljük, hogy sokan tudtok pihenni. Nagyon jó idő lesz, hajnalban hideg, de napközben kirándulós 15 fokos nap, sütéses. Igen, pici öröm, illetve öröm az örömben, hogy már 6 órakor sötét lesz, úgyhogy úgy kell kezdeni. De most miért? Éppen azon dolgozunk. Hétfőn azon dolgozunk, hogy mindenki jó kedve, hogy húzom föl, Feri, becsatlakozik, tolja ő is a szekeret, én előhúzom, Feri hátul izzad, megyünk a hegyen, mindjárt fönn vagy, így van, látjuk az eget, mindenki kicsit kezd mosolyogni, erre megjössz egy ilyen Martens bakancsal, és teribe vered úgy a szekerünket, hogy visszagurulunk a hegyaljára. Srácok, én képviselem ebbe az átszellemült, és egyébként meg nem kicsit elszállt bandában a racionalitást, igen, és utána jön a hétfő, jön a szerda. Vigyél egy rohadt zseblámpát a kirándulásodra, érted? És akkor... De jó kérdetek van, ne felejtsétek el, egyszer úgyis meghalunk be. Minden megyünk egyszer. Hát mi meló van ebben, hogy egy kicsit mindenki beindítsuk a pénteket, hogy aki még nehezebben kell hallgat minket, és azt mondja, igazán van a Balinek, igazán a Ferinek, túl vagyok ezen napon, aztán jön a hétvége, és megérkezel te. Erről jött eszembe, szerintetek lesz nyugdíjunk? mint egy tornádó. De hát az meg még arrébb van. Egy szépen felépített, egy tudatosan összerakott kártyavárba belegázolsz, mint amikor a nagyok elrúgják a kicsik üveggolyóját, vagy megérkeznek Ács Feriék, és azt mondják Einstand, és elveszik. Nem? És elveszik. És úgy, hogy érted, egy darabig hallgatja. Tehát már mindenki látja a képet, és a Janin is azt látszott, hogy ő is jön velünk mindjárt. Mindjárt, és amikor már tényleg ott vagyunk a tetején, akkor így, így bedob egy követ a izé alá, kerék alá. Rá van írva frissen Pest, mert miért ülsz bele már?
De tényleg, de tényleg. Na, nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink, ez a legfontosabb, hogy kivel, mi történt ma reggel, és mi a helyzet az utakon. Hatalmas baleset az M1-esen, ez egészen biztos, úgyhogy, hát, igen. Hosszú ideje bíbelődnek már ott, állítólag Pisti küldi nekünk, kerüljétek, jó? Nagy baleset van, és mindenkit leterelnek. Méghozzá, ha minden igaz, akkor Komárom felé. Mert hogy gázolás történt sajnos, ráadásul elég durva baleset állítólag, úgyhogy ha valaki megy Hegyeshalom felé, akkor meneküljön. És ez a 94-es kilométernél van Győr felé, úgyhogy Komáromnál érdemes letérni. Komáromnál érdemes letérni, ha nem akartok dugóba ragadni. Hege is elküldte nekünk, köszönjük. Az M5-ös kivezetőnél építkezés és hatalmas főköd, Kokomó üzente ezt nekünk, aztán M1-es Ács felé Győr, valaki valamit, így van, ezt én elmondtam. 86-os tegnapi baleset miatt zárva, ezt nem egészen értem, hogy miért. Aztán M35-ös 32-es kilométerénél Pest felé trafi, egy fehér transporterből a forgalommal szemben 24 órás futár Pisti küldte nekünk. Sziasztok, újra van kedvem titeket hallgatni. Szép napot, Zoli Komáromból. Mi történhetett? Na, nem mi tudjuk. Lehetett az, ahol na, hát ez most komolyan, én kíváncsi lennék rá, hogy most miért. Mi történt? Miért hol húztuk ki a gyufát? Ja, biztos, hogy ma nem óvtuk meg a játékot. Nem. Lehet, hogy ez lehet az oka. Nem, de kérdezik is, hogy Jani biztos, hogy nem volt... Rajta vagyok az ügyön. Járapon nem volt passzív, nem kéne Alfin újra játszani? Természetesen, most a két megszólás között már egyszer visszahallgattam, de még kétszer vissza fogom hallgatni, hát ha van olyan pontja a játéknak, amit meg lehet támadni. Szuszogott és passzív volt. Ezt Gazó küldte. Csak nekünk. Ezúttal Feri. ezúttal Feri. A Petrol Kútnál mérnek az M6-oson Budapest felé a 108-as kilométernél. Na. Kaptam egy isteni jelet megint. Igen? Igen. Milyen formában? Nagyon-nagyon régóta gondolkozom, hogy tényleg valamikor ki kéne ütni egy hosszabb Szabit a rádióból, és elmenni a Kaminóra. Aha. Erre most fekszem itt kint. Kaminóra? Kaminóra? Végig menni a Kaminón. Ugye ez egy zarándok út, és hát Spanyolországon keresztül vezet, egészen ugye az Atlanti óceánig, Finisterig mész, Santiago de Compostela a végcél, de el lehet onnan még menni kb. 50-60 km-t. Finiszter leszel magad is. Itt van, elégeted a ruháidat, és ott vagy. Mi az Atlanti óceán. Mesztelenül jössz vissza. Mesztelenül jössz vissza. Érdekes egyébként, hogy Balázs megvilágosodásainak valahogy mindig ez a vége. Ugye vagy a mesztelen lovaglás. Hagyjuk már ezeket a ízéket, kell. Ez egy hagyomány, hogy ott a zarándokok elégetik a ruháikat, és ott van a világ vége. Aha. És ott lenézel az óceára, nincsen más, és igen, azt gondolták, hogy az a világ vége, ami ugye nem tudták, hogy ott van a másik oldalon Amerika. De most már azért szóltak. Igen, most már igen, meg többször rohantak már oda a hádások, tudod. Jaj, átveszünk! Igen. És ott elégeted a ruháidat, és végigmész a Kaminón. És nagyon sokszor ez valahogy nekem mindig beugrik, hogy menni kéne már, most már megérett rá az ember. Csak hát 3 hét, 1 hónap, nem egy rövid időintervallum, családgyerek. Erre fekszem itt kint, olvasom a Napi Bulvárt, lenézek, és a könyv a szekrény alján, vagy az asztal alján ott van egy rágógú. Igen, két doboz munka. Nagyon megörültem, kibontottam az egyiket. Nem, és ott van egy kb. 200 oldalas leírás erről a zarándok útról, dedikálva egyébként Rolinak, mert hogy itt járt, én nem ismertem az úriembert, Camino Steve. Így hívják, hogy Camino Steve? Igen, hát ez a neve, hogy Camino Steve, de így hívták azok, akik előtt gyalogolt együtt, ja, mint angolok, kanadaiak, amerikaiak. És egy nagyon szépnek ígérkező könyv az El Caminóról. El is olvastam belőle most gyorsan 20 oldalt. És annyira feldobott, és annyira felvillanyozott, hogy úgy éreztem, ez megint egy jel, hogy Bali, indulj el! Menned kell. Indulj el! Hát szépen belerángatod Rolit egyrészt, mert Rolinál volt, igen, gondolom. Igen, de kamionosztív. Ne legyen már kamionosztív. Én kérek elnézést. Hogy Roli itt hagyta a könyvet, ez az egyik, a másik, meg értjük, hogy indulni akarsz, de hogy... Nem veletek, nem úgy kiszúrva, hogy itt maradtok, nem így. Nem egyszer nem lesz rádió. Akkor majd valamikor nem. Azon gondolkodtam, hogy te biztos vagy ebben, hogy ezt te tudod vállalni? Tehát nem. Hogy vagyok biztos. Ez több mint 900 kilométer. Egyrészt, hát másrészt a körülmények. Csomó helyen félsz el majd a Verdába. Semmi gond. Dicsértessék, atyám. Picit lágyal. Hoppácska.
Tényleg rohadékok vagytok, romboljátok, a képet róla. Ezen gyalog kell végigmenni. Van, akik bringával mennek, van, akik taxival előre vitetik. Gyalog ülök az autóban. Utasokat viszek, idős néniket. Én már most mesztelen vagyok. Szóval, nem, hát ez egy jel volt. Az összes létező könyvet elolvastam ezzel a zarándokúttal kapcsolatban. Van a sör, már amiről tudsz. Hát amiről tudok, igen. Nagyon sok van. Nagyon igen, sok van sok. Egyébként. Sok magyar írónak, sok külföldi írónak, a Shirley MacLaine-től kezdve. Nem mindenkinek van könyve a Kamidóról, aki egyszer végigment, azután le is írta. És mi történik ez? Ez miért ennyire fontos? Ez egy, vannak nagy zarándok utak, ez az egyik. De te nem vagy templomba járó ember. Nem köthető ez valláshoz. Hát ez egy spirituális zarándok út, de nem köthető csak és kizárólag a keresztényekhez, itt nem csak keresztények mennek. Tehát itt bárki végig mehet, 800-900 kilométeren keresztül te mész, egyedül sétálsz gondolataiddal. Van és nagy kamino, kis kamino. Kis kamion, nagy kamion, igen. De akkor miért nem mész két kék túrát? Érted? Ez egy spirituális zarándok út. Applikáció hallottam, most már is szedtem. De a spiritualitás az... Hát vannak úgynevezett... Ebben van meg, tehát csak ebben nem csak van ebbe, meg. Van más zarándokút Rómába is, van zarándokút. Aha. Kaminón keresztül, ez a Szent Jakab zarándokút, ugye, tehát nagyon sokféle van, nem kell ezen végigmenni, mehetsz te Magyarországon is. Persze. Magyarországtól is elindulhatsz a kaminón egészen ki Santiago de Compostela, tehát végigmehetsz itt is. Nem kell ezen, csak erről én baromi sokat olvastam, és ez érdekel. Hát Lébénytől is elindulhatsz egyébként. Persze, Tatáról is. De most ja, így minden onnan. De. Én azt mondom, ez Kecskemétről is mindig tudod az irányban, egy GPS-et, akkor odaérsz. Úgyhogy, de végig lehet menni a kék túrán, hát engem ez nagyon érdekel, valahogy egészen fiatal korom után. Van a kép, hogy a tömegszállásokon ott bevackolja magát egy ilyen 35-ös. 100-as, 200-as inkább. Meg hogy mit szólnak otthon? Szerintem azért, hogy szoktasd őket lassan, szépen lassan hozzá a dologhoz. Van egy dílünk, álljál elő, mit tudom én most például. Viki, mondjad, elindulok. Oka. Ért török Bálint. Ha 10 perc múlva csörgök, vegyél föl. Jó. Ha föltöri a lábam a bakkant. Na hát igen, ez 900 kilométer. Hát azért az nem egyszerű. Én úgy tudom, azt mondja, hogy akikről én tudok, a TV2 egykori vezérigazgatója, Tolvaj úr. Ferenc, igen. Igen, ő is, ő írt is róla a könyvet, úgy tudom, hogy Nagy Sanyi is, a színművész is egy részén végigment, talán a Puzsér is. A bajta egy ideig ment aztán. Igen, ja. Mert rájött, hogy ez az egész aztán álságos, elment. Ahogy ők mennek. Azt emlékszem, már arról írt a Puzsér, hogy ő ment ezen a kis túrácskán, ő csak ja. Azt így fogalmazott. Nem azért, mert begyulladt a medencéje. És azt írta, hogy ott mindenki ilyen álságos, az egész túrázó csapat, tudod? Tehát, hogy ez az észit délutáni nyugdíjasok végig mennek valamin, és közben megbánják az ő bűneiket. Talán picit negatív ez a hozzáállás. Én is azt éreztem Puzsér úr szavaiból. Az, elüzleti esedet, hogy mindenhol lehúzzák az zarándokokat, hogy igen. Ez nem szól másról, mint a biznisz. És az Everestnek sincs sportértéke, mert hogy ott is felviszik a hátukon a serpák azokat, akik megfizet. Persze. Ez arról szól, amit te megtalálsz magadban. Tehát, hogy nincs bajom azzal, hogy zarándokszálláson kell aludni. Megnéztem már, azért van, hogy 3-4 csillagos hotel is. Tényleg, szóval, hogy... Na mi a díl a Vikivel, azt meséld el. Hogyha a Noel végigaludta az éjszakát, és ovis lesz. Aha. Mi? Ez. Hogyha végigaludta már az éjszakát, tehát Viki is tud pihenni mellett, és ovis lesz. Tehát körülbelül akkor már neki válhatok. Akkor még van 4-5 évünk, jó. Hát nem, hát azért nem, hát nem 5 évesen fogjuk bolyogatni, mert azok mások már lassan iskolába mennek. De mind a kettőnek kell teljesülni, ovis még lehet. Ovis még lehet, meg hát nem túl jó alvó ő se, úgyhogy mi lehet, hogy... Lehet, hogy akkor még van pár éve. Nem tudom, hát be kell, hogy múljon a rádió például. Tehát egy hónapra nem mennék úgy szívesen, hogy tudom, hogy közben ti itt vagytok, mert az úgy kell, hogy nem rohansz haza, ott vagy, mész, és nem azzal foglalkozol, hogy ki nyert vajon. Szerintem ezt be tudod magadnak dumálni, hogy ne foglalkozol. Ez is igaz. És párosan is lehet menni, tehát bárki. Mikor Vikivel is el tudsz menni? Bárhogy mehetsz. Igen, de hát valakinek itthon kell maradni a gyereket. Nem, hát ez a baleset hülye azért, nyilván. Akár együtt is mehetek. Meg a magány, ez ilyenkor nagyon fontos. Viki, nagyon fontos a magány ilyenkor. Tehát, hogy ez egy belső út tulajdonképpen, hogy a kamino az önmagában, az nem annyira fontos a kamion, hogy végigmenjél a kamionnal, hogy az a fontos, hogy történjenek dolgok. És ezért beszél ebben az esetben, természetesen máskor mindig okosakat mond, a Puzsér, mert hogy nem az a fontos most, hogy érte elüzleti, és vannak olyanok, akik persze igen, meg végigmegy, meg divat, meg hogy kipipálja, meg bakancslista, meg mert divatos. Tehát a legtöbb ember számára azért ez egy belső út, és nem pedig egy ronyrázás kifelé.
hogy gyerekek, megcsináltam, végigmentem rajta, mert igazából miatt az országban is végiggyalogolhatnál egy pár utat. Hát igen, itt a távolság. Nem a kilométereken van a hangsúly. Nem a kilométeren van a hangsúly, igen. Na mindegy, jó, nem, csak mondtam, hogy ez a könyvstip is top, jó? Szponzorokat szervezünk rá? Milyen szponzort? Hát, mit tudom, az emlédemet, a nem tudom, milyen ételfutárcik szállította. 680 kilométer, és a hajam még mindig tart. Igen. A pizza, nem tudom, a pizza, minden a Songoku pizzámat, még Santiago-ban is megkapom. Köszönöm, Mr. Pizza. 700 kilométer, és még sehol egy vízfolya. Igen, nem tudom, milyen sertapasz kiválóan működött. Köszönöm szépen, és az inkontinencia betét is. Persze, lehetne egyébként, lehetne. És úgy nézel ki, mint a magyar ultrafutók, tudod, ilyen ízét, ezer szponzor mindenhol. Igen. Na mindegy, jó, hát csak ezt el akartam, hogy itt van ez a kis könyvecske, úgyhogy ez egy újabb jel, tudod, ha nyitott vagy ezekre és keresed, akkor ezek a jelek valahogy téged megtalálnak, kopogtatnak, és ez most megint egy jel, úgyhogy ezt egyszer abszolválni kell. Feri, és neked esetleg valami terv? A WHO központ felrobbant. Az már megvan. Az olyat kapnak ma is a receptbe, hogy beleződülnek. Na, durva lesz? Sok. Na mindegy, ne húzzatok fel. De hogy van egy témánk, természetesen nem erről akartam beszélni, hanem egy más ügyről, amiben szerintem mindenki beleszaladt már, és mindenkinek van tapasztalata, és nem is biztos, hogy jó tapasztalata. Magyar egészségügy, ugye? Hát erről beszéljünk egy kicsit, mert szerintem kell, és nem mondom azt, és sosem merném azt mondani, hogy feltétlenül az ott dolgozók hibája, mert én mindent értek. Mindent értek, de közben mégsem értek semmit. És azt is elmondom, hogy miért. És szerintem nagyon sok hallgatóknak van hasonló története, és hát néha jó egy kicsit kidühöngeni magunkból, vagy kiadni magunkból, amikor azt érzed, hogy beteg vagy, segítségre szorulsz, és nem feltétlenül úgy bánnak veled, ahogy te azt elvárod. Velünk történt Vikivel, hogy elment volna az ő házi dokiához, mert hogy kicsit köhög, nem tud fölírni ezt-azt. És ugye az ember azért lassan 40 évesen már tudja, hogy mi az, amit fel szeretne iratni. Ma már nem az az orvoslás szerintem, hogy odamész teljesen kiszolgáltatottan, és a doki megmondja, lehet, hogy van egy orrcsepped, ami bevált, de csak vényköteles, lehet, hogy szeretnél valamit felírni, mert tudod, hogy jó volt neked vagy a gyereknek. Hát ma már meg orvos beteg. Álljó csodálatlan nézel, akin fehér köpeny van. Igen, tehát orvos beteg ma már együtt kell, hogy működjön. Lement a Viki is, hogy akkor most ő a házi dokival felirat valami. Nem volt otthon, Szami volt, és ki volt írva, hogy hova menjen. Tehát a helyettesítő orvos volt. Igen. Helyettesítő orvos volt, ügyelet volt. Aha, ügyeletre lehet. Nagyon fontos, hogy nincs helyettesítő orvos, hanem ő kiírta a doki, hogy itt és itt, ebben és ebben a városban, ezen is ezen a helyen ügyelet van. Voltatok már ügyeleten? Hát nem egy vidám. Hát az nem, hát az, nem. Az ügyelet az azért van, hogy ha éppen meg akarsz halni, akkor ne halljál meg. Az a vészfék. Ugye? Az a vészfék, de ez olyan, mint például a fogorvosi ügyelet. Tehát oda éjszaka kellős közepén csak akkor mész, ha már megőrülsz. Tehát inkább kibírod reggelig, hogy a fogorvosod legyen. Az ügyelet az mindenütt csak arra jó, hogy picit kezelje a dolgokat, tehát hogy pont ne hallj meg. Legutóbb, amikor voltam, egy finom allergiás reakció volt a torkom, aminek a következtében majdnem megfulladtam. Megittam valamilyen vaníliás, mandulás, ilyen fehérje szószt, és ilyen turmixot sportolás után fogyasztják, és hirtelen bedurrant tőle a torkom, és azt vettem csak észre, hogy kezdek megfulladni. Aztán elmentünk az ügyeletre, és 20 perc után aztán már bekopogtunk, hogy elnézést. Na, hát ezt akarom én is mondani, hogy ha az ember volt ügyeleten, vajon? Akkor tudja, hogy mi történik, kint ülsz. Igen. Nem igen. Tudod, hogy bent éppen műtenek-e, valaki készül, ne adj Isten, meghalni, bent van a doki, nincs bent. 40 perc után 40 perc. Tehát azt gondolod, hogy megérted, ha baj van, meg ha menni kell. 40 perc után úgy, hogy senki nem jött ki be. Tehát hogyha bent voltak, nincs egy hátsó bejárat. 40 perc után őt behívták, és az ügyelő orvos, az nem volt kedves, barom indulkodott, hogy mert te dáját. Maga mert te dáját. Tudod, amikor azt érzed, hogy dögölj meg. Én kedves maga. Beteg, a beteg. Igen, kedves maga. Igen, megismer? Én vagyok a beteg, ugye? Maga az orvos, érti, ugye? Maga mert te dáját. Ez ügyelet. Mondja az ügyeletes orvos. Mi nem mondja neki, Viki, hogy hát ne haragudjon, hát a házi orvos írta ki, hogy ha nem vagyok, akkor mert nem váltó orvos írt ki. Hát ezt beszéljék le egymásnak. Nem én írtam. Ügyelet volt, igen. Elmegyünk az ügyeletre, ezt írta ki. Én csak sodorodok az árral, tudja? Igen. Én is akartam beteg lenni. Igen. Hallhatóan
40 percig ott ült és köhögött, 40 perc után ők megriadtak, nyújtózkodtak, érzek, jó, akkor hívjuk be. Most elvittelek a hagnia, minden. Nagyjából ez muszáj mindenki telekörögni. Már szállja elé a kezén. Megvizsgálták, Vikit, mondták, hogy nem vészes, semmi baj, nem kell fölén semmit, igyon sok gyömbéres teát is folyadékot. Mondja a Viki, hogy neki van egy kedvenc orrcsepp, hogy ne legyen ebből komolyabb, ő ezt szeretné felírni, arcüreg gyulladása, vényköteles, írja már fel. Azt nem írjuk fel, teljesen felesleges. Mondta? Mondja ezt, mondta. Hogy fáj egyébként? Vagy ez neki fizikai teher megterhel, és azt mondja, működött, szerette, bevált, jó, hát egy orrcsepp, mégse nem tudom, miről van szó, egy önhatalmul a kijelölt antibiotikumról, fölírjuk. Azt biztos, hogy nem írom. Latina neve rohadt bonyolult. Igen. Mondja neki a Viki, hogy akkor legyen szíves ezt fölírni, mert akkor ez tényleg jó, és ez segítene, és az, írja föl azt, mert az is jó volt, és mondja, biztos, hogy azt te írom fel. Tehát mi ez fölírás, irigye csávó? Nem értem. Neki ez miért fáj? Azt valaki mondja el, hogy ő tudja, hogy ebből az orcsebből végesek a magyar készletek, és nehogy a Viki elhordja őket. Vagy mi a baja? Nem volt kifejezetten undok, csak egyszerűen nem értette. Van egy olyan szer, amikor ilyen legyengített vírusokat juttatnak a szervezetet, de ezt mondja, arcüreg doki mondta, hogy ezt tessék föliratni, bevenni, ez tök jó. Mondja, hogy akkor ilyet szeretnék, mert ezt hallottuk, és van egy orrfülgégészünk, és ezt tessék nekem fölírni, és... Biztos, hogy nem írom fel. Még valami. Hát nem tetszett semmiben segíteni, úgyhogy... Viszontlátásra. Érted? És komolyan az, hogy egy orrcsepp, és hát láthatólag az egész vizsgálat minden, konkrétan tényleg fizikai fájdalom volt. És elindult egy ilyen alkudozás. Uh-huh. Írja föl, na, nem írom, már adja már ott, dehogy adom, mi nem, mi, a légyen szíves, ez nekem, Istenem, dehogy írok, hát ki volt az a hülye, aki ezt mondta. Tehát amikor 40 perc után bemész, és úgy jössz ki, hogy semmi értelme nem volt, hogy ott voltál. Picit padhelyzet. kicsi padhelyzet. Igyon gyömbéres, tehát. Jó, oké. Tegyön sokat. Pihenjen. Egyen rendesen. Pihenjen. Mondja, hogy két gyerek van, éjszaka kell. Tetszik tudni. Tessék sokat aludni. Miért vállaltak ennyi kölyköt? Kellett az magának, mi? Jézus. Szóval, hogy ez az egész egyszerűen fura volt. Aztán kiderült, hogy a papíron egy nőnek a neve van, egyébként egy férfi vizsgálta meg mentős ruhában, tehát hogy lehet, hogy valami nagyon fura ügyelet volt ez. De hogy én nem tudom. Nem lesz, hogy nem orvos volt, és a nő valójában felpeckelt szájára, hogy kötözött kézzel az írasztal mögött volt, és a lábával így lögdött. De erre volt a dokit, és egy önkéntes csávó beült, hogy majd én gyógyítok, és a nő a doktor, ott volt tényleg a szekrénybe kipeckelt szájára, és onnan. És amikor nem írt föl semmit, és már érezted, hogy veszve van az egész, és nem lesz gyógyszer, nem lesz orrcsepp, semmi nem lesz, és van egy órád, ami teljesen fölöslegesen eltöltöttél, még mielőtt elköszöntek volna, 13 percben nagyon részletesen elmondta, hogy kell a gyömbért felszeletelni. Nagyon jó! Valami gyömbér nagykereskedő volt valójában. Hogy kell felszeletelni, és szakszerűen, hogy a rostok, és hogy pontosan, és hogy vágod föl, és hogy teszed bele, ezt brutto meddig kell láztatni. Brutto 13 percben felszeletelni, lereszelni, hogy reszeled rá, és hogy lesz belőle tea. Tehát tud magad gyömbéres teát se? Igen. Tudok. Nem tud, majd én elmondom. Igen. Hogy tudna maga gyömbéres teát? Várj, akkor viszont tudom. Hát magának fingja nincs arról, hogy kell gyömbéres teát se, majd én megmutatom, és elmondta, hogy kell erre, szerint 12 percen kezdtod. Viki már áttoporgott, nézte az óráját. Már tudod, amikor már érzed, hogy ez elment. Ez nem lesz meg. Uh-huh. Tehát ez másfél óra kuka. Dobjuk ki, menjünk haza, keressünk másik orvos. Ez ma nincs meg. Viszont akkor tudom, hogy mi volt a sztorinak a vége. Viki hazament, elmondta, hogy mi a helyzet, te pedig elmentél. Igen. Gyömbér. Én mentem gyömbér. Elmentem kenyér, és elmentem gyömbér. És a negyed óráig szereteltük. Majd felírt egy pezsgőtablettát, ami nem vényköteles, úgyhogy... pezsgőtabi, érted? Ott ült egy ilyen kezdődő bronhitisszel, amiből simán két napon már tudod, hogy gyulladás lesz. Semmi. Pezsgőtabi. Azt így ad. De igaz, hogy arra nem kevény. Hogy a fenében működik ez? Én egyébként többször voltam ügyeleten, van, amikor nagyon cuki az ügyeletes orvos, van, amikor kényszerből mentünk le, van, aki föliratja a vén, mert mondtam, hogy igen, van a gyereknek házi orvosa, de van, amikor olyan undort látsz az arcukon, olyan fizikai fájdalmas, hogy én értem, hogy nem állt ki a balta a fejemből. Vikisnek se vitte le a stílfűrész a jobb lábát. Én tudom, hogy az arra vannak felkészülve. Igen, furcsa. De ha kiírja a házi orvos, hogy tessék ide lemenni, ő az ügyelet, és úgy léző a rendelőbe, hogy konkrétan úgy le, akkor hogy te mit keresel ott? És mi az, hogy te két lábon besétálsz az ügyeletre? Minden csipcsú dologgal nem lehet oda menni. Nem. Én megértem. Ha nincs az embernek házi orvosa, találjon, ne az ügyeletet használja arra, hogy megoldják.
De hát ez volt kiírva. Csipcsukdalok, hát igen, csipcsukdalok neki. Sokan használják neked, az ügyeletet, tudod. Persze, persze, tehát hogy nyilván az emberek nagy részének azért van pozitív tapasztalata is, de hát ugye mi most a negatívokról beszélünk. Hát amikor én oda mentem a két bowlingolyóval a torkomba, és már azt éreztem, hogy már sehol nem kapok levegőt, és megfulladok, és bekopogtunk az ajtón, következő kép fogadott, ketten ültek az íróasztalon, az egyik az ilyen, bementek, és volt köztük egy mentős is, és kávéztak, és így kinéztek, és ez a kicsit, igen. Ez a igen. Sokszor ez van. Fél órát ültem a gyerekkel a múltkor, van amelyik ügyeletes orvos tök helyes. Van amelyik bemegy és azt látott, hogy szíve szerint megölni a gyereket. Igen, mert zavarsz. És mondja nekem, hogy mondja meg a gyereknek, viselkedjen normálisan. Tudod, gyerek áll meg szeppen, beérted egy ilyen, mondja meg a gyereknek, ne rendetlenkedjen. Semmi. Uh-huh. Benni mondta, hogy kérhet egy autós kártyát. Itt nincs rendetlenkedés. Hát mondom, azért jó van, meg nem semmit, csak én bejött az ajtó. Nem verem meg azonnal, érted? Hát beteg is, kicsit nyugos is. Tudod, a gyerek nem jó kedvű, fél a dokitó. Hát nem vetsz vele nagyokat a váróteremben. Mondjam meg neki, viselkedj. Kisfiam, üljél fel és vetkőzzél le. Hú, mondom, tessék hagyni, majd én mondom a gyereknek, hogy mit kecsi, tessék elengedni. Nem tudom, gyerek, így néz, úristen, ki ez a vasorú bába rögtön, így injekciós tűt vesz elő. Olyan undor, hogy egy az oda viszont a lászos beteg gyerekedet. És aki eleve nyugös. Tudod, eleve nyugös, basszus. Hát igen. Beteg a gyerek, azért vagyunk itt. Tetszik tudni. Igen. Volt, amikor Benit elvittük, 10 hónapos volt. 10 hónapos volt? Régen. Tessék rászólni a gyerekre, ne izegjen, bozogjon. Aha. Hát, mondom, csókolom, sakvizsgát ne tegyen ebből a gyerek. Hogy a fenében? Hallottam, mit mondok? Hallottad, mit mondok? Ne izegj, mozog, te gyerek. 10 hónapos? Ne izegjen, mozogjon az a gyerek, mondom. Benikém, hát viselkedjél rendesen, hallottad, le vagy szurva. Mégiscsak felnőtt férfi vagy 10 hónapos. Húzd ki magad, 10 hónapos, mosolyogjál, és hangos csókolom, mert köszönj a néninek, mert a néninek rossz napja van. Ne izegjen, mozogjon az a gyerek, tessék neki megmondani. Mi lenne, ha nem rángatnád el a karodat, amikor vért veszek? Hát! És általában érdekes módon az ügyelet. Ezt komolyan mondom. Én tudom, hogy nincsenek megfizetve. Én tudom, hogy munka mellett kell még elvállalni. Én tudom azt is, mert édesanyám egészségügy is volt. Brutálisan tisztában vagyok a magyar egészségügye. A fizetésekkel, az állapotokkal. Tehát anyám védőnő. Tehát tudom, hogy mi van. Na de azért a normális kiszolgálás, meg az undor... Van egy minimális hajszányi különbség. Meg egy pici empátia a beteg irányába. Tisztelet a kivételnek, mert vannak jó gyerekorvosok, ügyeletesek, akik tényleg cukik, nálunk is. Nagyon sok olyan van, aki tényleg cuki. Nem érted. De hogy egy picit több empátia tényleg. Tehát, hogy így a beteg felé, hogy bocs, mi sem azért vagyunk itt, hogy zavarjunk, mert de látom, kávéznak, meg még abból a kekszből is van egy csomó. Én doki lennék, és onnan jönne valaki, írjon egy orrcseppet. Én nem zavarna, hogy ő a fölakarjaiban. Tehát nekik az rossz. Tudom, hogy működött. Az első részét azt kicsit értem, hogy tényleg 500 forintért ül ott, meg ott kell lenni 24 óra, nem tudom mennyibe, de ez, hogy miért nem írod föl, ezt én sosem olyan orrcsepp, ami minimális antibiotikum van, de tudod, hogy használt, és nem tudom, azért, mert hogy ne legyen arcüregyulladás. Ez sem nem érem. Na, hát ezt aztán szóval. Na, hát szóval ez történt, hallgatok, de nyilván nektek is van ilyen történetetek. Amikor ügyeletre kellett menni, mi történt? Jó, nem feltétlen tényleg az, hogy nyílt töréssel, mert akkor talán az embert ellátják. De jó és rossz tapasztalatot is írjatok, nyilván van azért jó is. Tehát semmiképpen nem akarjuk mi a magyar orvosokat bántani. Pontosan tudjuk, hogy hány túlóra, milyen fizetés, milyen lehetetlen helyzet, amiben ők vannak. De mégis azért kíváncsiak vagyunk a tapasztalatokra, jó? Amikor ügyeletre kellett menni. Mi történt? Tehát a magyar egészségügye sajnos mindenkinek van. Története nem feltétlenül az egészségügyben dolgozó hibája. De talán kicsit közben mégis. Ez, amit te most elmeséltél, azt szerintem igen. Én próbálom azért átállni a másik oldalra, és meg megvédeni őket, az de kicsit azért közben. Az emberi viselkedés, igen. Az, hogy egy oda jön valaki, akinek baja van, azon igen. Normálisan beszélsz, az nem pénzkérdés. Igen. Miért bejött? Miért nem ez ki? Mit csinálod? Miért nem vigyáz jobban az egészségére? Mondjam meg a gyereknek, ne is adjam, mutatjam. Milyen anya maga is a gyerek is elkapja. Tényleg, gyerekek, Jézusom, mert a borsodott áll. Na, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 0670-645-0000. Jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt. A magyar egészségügyről beszélgetünk, és az állapotokról, valamint az ügyeletről, hogy az ember mit tapasztal, ha esetleg ügyeletre kell menni, és tényleg próbáljuk őket, vagy próbálom őket kicsit meg is védeni, és tudom, hogy egy csomóan mennek el háziorvosi problémákkal ügyeletre, és az ügyeletnek nem az a feladata, hogy neked fölírjon egy darab vényt, és megoldja a problémádat, az háziorvosi feladat. Csak mégis van egy minimum, amit az ember elvár, és sokszor talán nem azt kapja.
és erről beszélgettünk, hogy fura, leginkább akkor, ha házi orvosod az ügyeletre irányít, mint helyettesítő orvos, és aztán ott meg nem történik nagyon semmi. Tökéletesen tiszta vagyunk vele, hogy sokszor áldatlan körülmények között pillérekért dolgoznak, de azért az empátia azért elvárható lenne. Egy fontos dologra fölhívnám még a figyelmet. Na. A te esetedben, vagy a Viki esetében is ugyanez volt. Bemész a rendelőbe, és vár. Nincs senki. Nincs senki, nem tudod, hogy bent van-e valaki. Nem, de ki van írva, hogy ne kopogásra ne zavarjon. Na. Ott ülsz egy óráig? Igen, jogos. Igen, de igen. Miért? Mert van bennünk alázat, 40 percet. De miért? Mi hülyék vagyunk? Nem. Nem az lenne az-e? Nem. Hát de nincs bent senki, akkor ő nézzen ki. Vigyél magadra egy kötkörlöt, vagy rúgjál bele az ajtóba, az akkor, nem kopog. De figyelj, akkor se kopogsz, hogyha mondjuk valami baj tört. Hát de, meg akkor amikor már ott ülsz, nyilván. Ott akkor ülsz már fél órája. Ugye nyilván ez arról szól, hogy ne kopogjon mindenki, tehát bent elvileg nem tudod, hogy mi van. Ha na van jó. Bent valaki, akkor meg ne lehet, hogy jó napot, jó napot, jó napot, tehát várd meg, amíg ők kijönnek. És egy óráig ott ülsz. 40 perc, hát akkor ott ülsz, igen. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, hello. Hello, sziasztok! Hello, Adri! Na, veled mi történt? Hello! Hát nekem volt egy jó pár évvel ezelőtt egy autóval esetem, Budapesttől nem messze, és olyan fél hét magasságában estem, mondjuk 7 órára bejött velem a mentő a kórházba, ketten ültünk a folyosón, illetve én ültem egy tolószékben, mellettem egy hordágyon egy maga tehetetlen házból, feltehetően részleg vagy drogos pasi kikötözve óvégatott. 2 órán keresztül ültem ott a tolószékben, mikor egy barátom bejött, és akkor bemert kopogni az ügyeletes szobába, és szólt az orvosnak, aki feltett lábbal újságot olvasott, hogy nem bánná, ha esetleg rám nézne. Hozzáteszem, mentővel vittek be, tehát nem a lábamon sétáltam be. Akkor jött az orvos, bevittek a vizsgálóba, így a fejem azt elől-hátul szétrepetve, tele üvegszilánkokkal, vérbefagyva, tocsogva ültem abban a székben teljes szerencsétlenül, és akkor így kipiszkált a szememből egy üvegszilánkot, közben Elvis nótákat énekelgetett meg, ott flörtölgetett a zápolónővel, aki hát fiatalok voltak mind a ketten, és akkor elkezdte összevarni a fejemet, de azzal nem foglalkozott, hogy én egy fiatal lány vagyok, és hogy fogok kinézni, tehát mint Quasimodo úgy összefértett, hogy utána a plasztikai sebésznek kellett rendbe hozni a fejemet, mert olyan brutálisan néztem ki. Üvegszilánkot hagytak a fejemben, elől is hátul is, a szemem mellett is. Majd visszatoltak a folyosóra, és éjjel fél egykor sikerült fölvinni egy szobába. Addig ott ücsörögtem, fájdalomcsillapítás minden nélkül. Hát. Senki felém se nézett. Igen. Úgyhogy ez nagyon brutális volt, és aztán ezt követően 3 nap után tudtam saját felelősséggel kijönni a kórházból. Ez alatt egyetlen egyszer látott orvos a folyosón, mikor saját magamnak el kellett mennem egy ilyen jegelő párnáért, egy nagyon hosszú folyosó egyik végéből a másikba, akkor elkapott a folyosón, magára emlékszem, így lehúzta a szemhéjamat, megnézte, hogy minden rendben van-e, és ez volt az egyetlen vizita 3 nap alatt, amit láttak engem, mint autóval esetett. Hát azért ez kemény. Ez már többről is szól, mint ugye az ügyeletes állapotokról. Hát ez már a nagy magyar, ez már a nagy magyar egészségügy. Nyilván orvoshiány van, tudom, én tényleg próbálom őket védeni. De hát azért, amit a Feri is mondott, igen, hogy az emberi minimum, hogy betolnak, akkor valaki nézzen rád, vagy jöjjön oda, mondjon egy mondatot, nyugtasson meg, és itt van, hölgyem, tudjuk róla, nem sokára megvizsgáljuk, tehát amikor feltett lábbal olvasodok ki. Tessék? Na hát, ha tele lettek volna, vagy sokan lettek volna, mondom, ketten voltunk. Az a szerencsétlen kikötözött, és én. Szegény, nem is tudjuk, hogy mi volt vele, igen. Adrián, köszi, hogy elmutat, rendben vagy már egyébként? Ó, persze, az már évekkel ezelőtt történt, minden rendben van, azóta már a lelkem is megnyugodott, de ez kikívánkozott. És nem törted össze magad újra? Igyekszem. Most már nagyon vigyázz, van egy kórház élmény, akkor másképp csinálod. Köszi. Nem szeretném. Ciao. Rácsok, szép napot. Hello, hello, hello. Igen, lehet, hogy egyébként ezért is történik minden, nem? Tehát, hogy ne kívánkozzál vissza. Értem, egészségesen. Vigyázz magad. Megelőzés. 2 órát vártam az ügyelet, amikor annyira fájt a torkom, hogy szinte nem is bírtam beszélni. Mikor bejutottam, a nő azt tanácsolta, látogassak meg egy pszichológust. Na hát, ezek az érdekes esetek. Peti küldte nekünk. 30 éve kétszer küldtek el az ügyeletről azzal, hogy szimulálok. Iszonyú hasi fájdalmaim voltak, hetekig így jártam dolgozni, végül perforált vastag és vakbél műtéttel. Műtetek este, SOS, ha ez nem történik meg a reggelt, már nem élem meg.
Párom ételmérgezést kapott, két napon keresztül hányt, a második nap este, amikor hazértem munkából, gondoltam, felhívom az ügyeletet, kocsink nem volt. Első kérdés, miért nem hozza be? Hát ez még ugye érthető. Se kocsi, se taxi nem viszel, éjszaka pedig nem jár felénk senki. Második kérdés, biztos, hogy annyira rosszul van, hogy ki kell jönnünk? Kérdezik az ügyeleten, itt már kicsit elborult az agyam. Egy óra múlva kiérkezett egy kb. 23 éves magassarkúban tipegő orvostan hallgató, a szokásos 130 kilós ügyeletes kísérővel, párom kapott egy injekciót, és ők pedig várták a hálapénzt. Ez is azért érdekes eset, nem? Migrénes fejfájásom volt, ami miatt folyamatosan hánytam, nem maradt meg bennem a fejfájás csillapító. Az ügyeleten legalább másfél órát vártunk, miután a regisztráción felvették az adataimat, miután kijött a nővér, rám nézett, és csak ennyit kérdezett. Maga hányós? Nem, maga hányós. Maga hányós. És képzelheted, hogy maga hányós? Maga hányós. Maga hányós, igen. Nem, én a fosós vagyok, csonkolom. Hányós kettővel arrébb. Édesanyámnál nem akarták felismerni a sztrókot, mert hogy szilveszter este volt. Azt hitte a drága doktor úr, hogy biztos részeg, közben teljesen egyértelmű tünetei voltak, később kiderült, hogy igazunk volt. Aztán Soproni kórházban történt velem, hogy be volt dagadva a torkom vérvörös színnel, bejutottam a főorvoshoz, és megállapította, hogy önnek nincsen semmi baja, nem kell nézegetni a titkot. No comment. Ezt nem tudom, milyen titkot. Egyszer sportolás közben eltört az orrom, sportkórházban 3 óra várakozás után közölték, hogy ez nem az, aminek látszik. Ha nem? Majd 2 óra várakozás után átvittek egy másik kórházba, ahol azt közölték velem, hogy maga aztán minek sportol. Hiszen látja, most is eltört az orra. Kellett ez magának? Na, menjen haza. Igen. Tiszaújváros mellett lakom 5 kilométerre, elmentem az ügyeletre Tiszaújvárosba, és közölték, hogy nem ide tartozom, hanem egy 25 kilométerre lévő másik településhez, és nem vizsgáltak meg. Ez is döbbenet, amikor ezt hallja az ember, hogy mentővel hurcibálják a szerencsétlen delikvenst, ide viszik, oda viszik. A kis szerencséjük van, az illető nem hal meg a mentőben, de hát hallasz olyat is, hogy nem, hogy az ügyeletes korát tovább kell vinni, nem veszik föl, de nincs hely. Ilyenkor miért nem mondja azt, nagyon hogy kemény. Most még megvizsgálom, de legközelebb menjen abba a kórházba, ahova tartozik, de vizsgálja meg, lássa el. Ja, jó, de amikor a mentő visz, akkor nem is te döntöd. Tehát kihívod a mentőt, bevisz a mentőautóba, azt bevisz egy kórházba, ott nekem nem mondják, hogy ne ide tartozom. A mentősök hoztak ide. Né, vizsgáljál meg, és akkor aztán már van miről beszélgetni. Igen. Azt mondja, van még jó történet. Ügyeletre mentem, mert belément egy kullan, és nem tudtam kivenni. Gondoltam, elmegyek hozzájuk. A doki és az ápoló tojás ütöttek éppen. Végül egy szemöldök csipesszel az ápoló próbálkozott, majd felírt egy olyan gyógyszert, amire allergiás vagyok. Végül a gyógyszertáros lány ügyeletben vette ki a kullancsot, és mondta, hogy ez a gyógyszer nem arra való. Visszamentem, és mondtam a dokinek, hogy mit írt fel. Erre azt mondta, hogy jó, de nem biztos, hogy bajobb lett volna a gyógyszert. Na! Nem biztos. És egyébként meg tojás sütöttünk, értsd meg. Lehet, hogy nem használ, de nem biztos, hogy árt. Van még egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggel. Hello. Jó reggel, sziasztok, Balázs vagyok. Hello, Balázs, honnan hívtál minket? Budapestről. Na veled, mi történt? A bekapcsolás előtt abban maradtunk a kolléganőtökkel, hogy nevet ne mondjak. Nem kell, abszolút nem akarom van, senkit bebe. Budapest 15. kerületi ügyelete, ezt le lehet így szűkíteni, és azon belül is egy orosz vagy ukrán származású doktor úr volt, akihez elmentem azért megfázásos tünetekkel, mert hogy van egy kisgyerekem otthon, nem akartam átragasztani rá a betegséget, 4 éves. De nyilván ott elmentem ilyen szopogatós gyógyszerért, meg egyebekért a gyógyszert, ebben semmit nem hatott. Már odáig eljutottam, hogy már semmit nem ettem, mert úgy fogom tudni lenyelni. Így hát vasárnap elmentem szenvedések után a dokihoz, hogy adjon valami gyógyszert, most már vagy valami ilyesmi. És azzal fogadtak már az ajtóban, hogy ide sztrókkal és infarktussal szoktak jönni. Minden más esetben mi lenne a hétfőig, megvárnám a rendelési időt. Ez sokszor elhangzik, igen, hogy így van, és akkor hogy nyilván eldulant az agyam, és mondtam, hogy egyrészt infarktusat meg szoktak általában halni, vagy legalábbis mentőt hívnak hozzá. Stroke már meg az ember nem tudja, hogy merre van előre, tehát hogy legkevésbé ezek az emberek szoktak megérkezni személyesen. Erre az volt a válasz, hogy egyébként ez pedig ügyelet, és a házi orvosom ugye hétfőtök péntekig rendel. Jó, hát sokan használják az ügyeletet közben házi orvos rendelés helyett, ez is igaz. Igen, amikor kong az egész, és tök egyedül vagyok, akkor talán ezt nem kellett volna eljátszani, és így mondtam, hogy álljunk meg, tehát ácsingó, így is mondhatnám, mert hogy ez felnőtt házi orvosi ügyelet, vagy itt szombat, vasárnap ő a házi orvosom. Uh-huh. És akkor mondtam neki, hogy legalább egy gyógyszert írjon fel, de most a szopogatóst felejtsük el, és mondta, hogy nem ír föl gyógyszert, hétfőn a házi orvosom írjon föl valamit viszontlátásra. Tehát, hogy nem értettem, minek van ott. Tehát, hogy a sztrókot ő nem fogja ellátni, mert ugye a házi orvos nem lát el sztrókot, max mentőt hív, tehát akkor minek ülnek ott ketten. De neked mi bajod volt egyébként?
Hát ilyen megfázás, és tehát nem akartam se belázasodni, se semmi, inkább gyógyszert akartam, mandulára meg egyetekre. Fene se tudja, igen. Ez már az eldönthetetlen kategória. Igen. Így van. Egy rövidet még szeretnék mondani, ez meg tényleg, nektek is vannak gyerekeitek. Amikor gyerek voltam, tényleg 10 év alatti, sportolás közben rettenetesen fejbe rúgtak közvetlen közelről, hát nyilván távol nem lehet, és elment azonnal a látásom az egyik szemembe, de furra, tehát tök sötétség. Apám bevitt a első kórházba, úgy, hogy voltam, sípcsontvédő, focicipő, minden, és azt merte mondani az orvos, hogy nem tud mit csinálni, mert ez gyerekszem. Aha, tehát vigyük gyerekszem orvoshoz. Hát szem. Pici még, hát gyerekszem. Öregszem, gyerekszem. Szinte átküldtek egy gyerekorvoshoz, hogy majd nézzék meg. Tehát, hogy nonsense, ami Magyarországon még pedig. Megem, kemény. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszönöm. Hello, hello. Balesetében mentünk éjszaka a csuklommal, azzal fogadott az orvos, hogy mit akarunk itt, nagy nehezen megröngeneztem, majd mondta, hogy nincs itt semmi, szimulál a fiatalember, és azzal a lendülettel csuklótörést csinált, csuklókörzést csinált a kezemmel. Másnap egy másik orvos begipszelte, mert el volt törve. Nincs azt semmi. Nem fájhatott. Na, mutasd, de... Ez kell, mint Frank Drebin gyógyít. Nem, ez csupasz viszont, de tényleg. Azt mondja, hogy lementem az ügyeletre, mert olyan rosszul voltam, hogy azt hittem meghalok, a fejem ketté akart válni, megkérdezte a doki, hogy a maga férje hol van most. Közöltem, hogy horgászni. Na látja, ez magának a baja, és hazaküld. Aztán kiderült, hogy vírusos megbetegedésem van, és egy hétig feküdtem otthon. Majdnem meghaltam. Hol a férje? Horgászik. Ez a baja. Ez a gondi. Ez a baja. Menje haza. Geniális, nem? Tehát az orvosi találékosság azért az nagyon, nagyon jó. Na jó van, hát köszönjük az SMS-eket. Nekik se könnyű, ne forduljanak ellenünk tényleg, akinek nem ingene, vegye magára, tudjuk. Tehát le a kalappal a mentősök, az ápolók, az orvosok előtt. Baromi nagy dolog, amit csinálnak. Csak néha talán egy-kettőből kihalt már. Picit emberinek lenni. Az empátia. Igen, de tudjuk, hogy miről szól az ügyelet, miért kell vállalni, mennyire túlterheltek, mennyit keresnek. Ezt is tessék meghallani, ne csak azt, hogy most lejáratjuk a komplett egészségügyet. Vannak ott is kiváló dokik, orvosok, ápolók, ügyeletes dokik, mindenki. Igen, csak a 10. beteget ugye nem fogja végigasztani azt, hogy az előző 9-el egyébként nagyon udvariasok és érzékenyek voltak. Na játszunk Kóben bácsival, itt van már is hallgatunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Kóben bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Azért ez is kemény, hogy kihívtam az ügyeletet, mert a kicsi folyamatosan hányt. Kijött egy 70 év körüli hölgy, aki volt egy jó pohár teát az asztalán, majd azt mondta, hogy most fogjam meg a gyerekem kezét, és feküdjünk le szépen aludni. De várj, megívott egy teát. Felháborodva mentőt hívtam, és kiderült, hogy a gyerek már kiszáradt. Azért ez is kemény. Vádom. Kaphatok egy kis citromot. Köszönöm. Mivel csinálja ezt teát? Isteni, na, most menjenek aludni. Köszönöm a teát. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Betty vagyok, Sofronból. Hello, Betty. Mosolyog a hangot, Betty. Hát igen, mert már hónapok óta szeretnék veletek játszani, és úgy izgulok, és úgy örülök, hogy bejutottam, hogy bekerültem. Mindegy volt a játék, vagy kifejezetten Óven bácsi? Nem, kifejezetten ezt, mert mindig hallgattam, és akkor mindig szörnyűködtem, ha valaki nem tudja, de most tudja, hogy azt fog kapni, amit nem tudok. Na figyelj, lehet, hogy nem nyersz, és aztán hétvége után ott a hétfő, szerda, borzasztó nap. Jön a tél, a hideg, soha. Nem baj, nem adom fel, akkor még fogok. Na figyelj, mutatjuk a dalrészletet, jó? Ezt kell kitalálnod, figyelj. Oh, ez egy tévés show, Amerikában fut 41 éve, nagyon régi. Mutatjuk még egyszer, hallgass meg. Hát, hosszabbat lehet? Hogy nem, figyelj. Jézus. Jézus honnan már! Honnan szereztük ezt? Honnan? Hát most akkor magamon is törnyűködni fogok, már nem tudom. Na jó, mutatunk egy másikat, most kivételesen, jó? Na, figyelj! Tényleg, jó, de jó? Na, hát ez nem, figyelj, azt mondja, ezt figyelj, hallgass meg! Na figyelj, azt, följebb, azt, figyelj! Egy mesefilm! Na, ezt tudnod kell, figyelj! Mi ja, ez? Tudom, ez a Népszolgálatban. Szolgerzon, így van. Jaj, de szerettem. Jaj, annyira akartam, hogy messze legyen a meséket, tudom. Tényleg, miért nem mondtad előre?
Nem, mint a lehet hát válogatni. Nem akartam csalni. Nél szolgázott az a kicsi idegesítő fiú, azzal a rohadt idegesítő igen. Fehér luddal. A Márton luddal, igen. A Márton luddal. Vannak róka ott, 10 év. Igen. Kákalaki akával és nőrével. Kákalaki akka, igen. Igen. Ha már minden kedden adta, azt hiszem a magyar televízió. Betty, van egy ajándékcsomagod. Jaj, köszönöm szépen, köszönöm. De ez egy évben egyszer fordulat elő. Mi volt a másik? Vagy a Szezám meg? Utca, Szezám utca. Szezám utca. Szezám utca, Szezám igen, az Amerikában nagyon nagy siker. Hát itt hát, az a Muppet Show sorozat, nem? Szezám Street. Így fingom nincs. Ja, de az. Nekem egy bajba kivel vagy. Ja, bocsánat. Lehet, hogy a Muppet Show. Nem tudom. Jó van, puszilunk. Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok! Küldjük, Betty, ciao, szia, szia! Szia! Na néha lehet, nem? Jó, persze! Kicsit, na. Picit néha. De nehéz volt. Kákalaki mindenki szerette. Na jó, azért nem. Kis semmi Zsolt is ott ült a tévé előtt, ezt lövöldözött. Távcsős musik. 2 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra 13 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, péntek! Hey! Péntek! De kár, nem érdekel, hogy mikor sötétedik. Nem akarom tudni. Nem érdekel, hogy hétfő lesz. Nem érdekel, hogy mi lesz egy nap. Engem inkább a szerda zavar. Nem akarom tudni. Nem akarom tudni, hogy mi lesz a jövő héten. Éljünk a mának, a pillanatnak, a hétvégének, és tényleg annak, hogy egy újabb hét ment el, és jövő héten már-már szinte mondogatható, hogy kellemes ünnepeket, mert november. November. Jézus. Vasárnap van első, ugye? Ezt is elvették tőlük. És 31-ig ezt elvették. Így van. Ezt most elvették, ezt igen. Ezt most sajnos el. Hát persze, mert egyébként november 1-én nem jön. November 1-e az ugye munkaszüneti nap, de az most... Jövőre az most vasárnap. Belőle hétfő, vagy mi? Jövőre csúszik egyet, így van. Hétfőre csúszik. Na, azt mondja, hogy... Na látod, ezért mondjuk el mi mindig a másik oldalt, és beszélünk róla, mert azért, hogy hallgatod, azért nem fel savazni az ügyeleteket anélkül, hogy a másik oldalt is meghallgatnánk. Én szerintem elmondtuk a másik oldalt, és beszéltünk róla, tessék bennünket úgy hallgatni, hogy az emberem elfogult, mert elmondtuk, hogy tudjuk, hogy nehéz, elmondtuk, hogy mennyit dolgoznak, hogy mennyire alul fizetettek, hogy milyen helyzet van az egészségügyben, az összes aspektusát szinte megemlítettük a dolognak, sőt, mi több még azt is, hogy rengetegen mennek úgy az ügyeletre, hogy valójában tényleg háziorvosi probléma az, és pénteken este elmennek az ügyeletre, holott várhatna csak lusták, egyszerűbb nincsenek sokan háziorvosnál, százan vannak az ügyeletre, bemegyek fölírja. Mindenről beszéltünk, úgyhogy szerintem védtük is őket, de bizony van az a típusú magatartása, ügyelet ide-oda fáradt, túlóra, kevés a pénz, minden megértek, akkor sem elvárható, erről beszéltünk. Így van, meg nem szerintem nem beszéltünk el egészen konkrét esetekről, és ezekben az esetekben a másik oldalt meghallgatni csak úgy lehet, hogyha azokat szólaltnak meg, akik ott voltak is akkor. De elmondtuk, hogy túlterheltek, alulfizetettek, és nem feltétlen azok hibája, akik ott dolgoznak, azok hibája, akik ezt a rendszert így tartották fent az elmúlt 20 évben, működtetik, és egyszerűen nem akarnak nekiállni, rendbehozni, és legyalulni az egészet, és újraépíteni nyilván, mert itt csak az segítene. Sőt, mondtuk, hogy az orvosok kiválóak, a mentősápolók kiválóak, szóval azt hiszem, hogy azért nem úgy bántottuk őket. Vártunk eseteket, hogy kinek milyen csalódása volt. Azért a másik oldal is legyen őszinte, hogy bizony köztük is van olyan, aki talán már megbánta, hogy orvosnak ment, utálja, nem szereti, fáradt, és a beteg a legnagyobb gondja. Sajnos ilyen is van. Hát azért ne védjünk meg mindenkit, mert hogy az se lenne igazságos a betegekkel szemben. Na, nézzük az SMS-eket gyorsan. A Feri receptjét nem lehetne Instára is felrakni, sajnos nincs Facebookom, köszi, de hogy nem. Hogy? Hogy ne? Mindent az Instára, amit szeretétek, csak mondom, lassan 70 ezeren vagyunk a kis elit társaságban. 5000-rel indultunk Afrikában, ugye a Facebookunk az 350-380, nem tudom mennyi. Én szerettem, hogy ez egy kis család. De 70 ezeren vagyunk az Instán lassan. 70 ezeren. Egy éve voltunk Afrikában. Egy éve ilyenkor voltunk Afrikában. Így van. Istenem, de jó volt. Így van. Azt hiszem, egy éve ilyenkor már János bedobta a táncot. Nem, már kijöttem belőle. Október 15-én volt, vagy 16-án. Így emlékszel, hogy milyen nap? Szerette azt a napot. Szerveztél egy kis mulatságot nekem. Na, hát ott kicsit feldobtad. Megnéztem, mert oda nem volt beírva semmi a naptára. Sose felejtem. Bele valami. Mondom, ott érted, ott a naplomból kimaradt. Nem akartam elmondani, mert nyilván ez egy kemény sztori, de volt egy témánk, ami beégett a retinádba. Ugye? Közte vagy. Ott vagy.
abban a pillanatban. Igen. Akkor átnézek, beszélgetünk, kommunizálsz, visszanézek, és már nem vagy ott, mert lent fekszel az asztal alatt. Mondom, János, nagy mókamester vagy, de jó lenne a főállnál. Legalább emlékszel, megjött a sárgulgersz, amit fél olvára korabban mondtam. Úristen, de megijedtem. Hát ez nagyon, az nagyon így kemény. Vagy egyedül kell végigcsinálni. Hát nem! Micsoda? Tudod, hogy annál jobb nincs nekem, amikor egyedül lehetek a saját műsoromban. Tehát azt tudod, hogy ez nekem egy ajándékutazás. Egyedül vagyok, meg bent fekszik, és ezért tabletról rendel magának izé ebédet. Hát kemény volt, igen, egy éve. De szerettem, azért ez egy jó. Na, jó nagy kaland volt. Na. De jó lenne, ha megint verseny lenne, de nincs. Ma a jövőre. Mert ha verseny lenne, lenne akkor, műsor. De mondom, ma jövőre. Most itt. Ja, jövőre. A kérdés válaszban majd beszélhetünk erről. Dír Gergenszel olvastam egy nagy interjút most az Origón, és azt mondta, hogy verseny van, nyernek, és hát hajrá. Most akkor ő mégis megy a TV2? A híres német alföldi festő? A híres német alföldi festő, igen. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ott a tulajdonos kérdéssel. Ma 9 óra után egyébként csak mondjuk kérdés válasz. Úgyhogy már jönnek a kérdések 9 utára. Tegyétek át, vagy tegyétek majd meg, hogy még egyszer megírjátok, jó? Hogy ne keveredjen el így 8 óra után. Vattan a 3-as úton karár reggel lesben álló zöld autó, ezt Timi küldte nekünk. Kaba előtt fehér Seat Cordoba fák közül miért kamerázik? Ez a 4-es főúton van. Aztán Debrecen, Sámsoni út, gumis után trafi, a bejövőket mérik Patrik 11, M1-es 163-as kilométer Mercedes, az árokban folyik a mentés, lassú a forgalom. Jocó küldte, M3-as Budapest felé, Mezőkövesdnél szintén van egy trafi, ezt Polli küldte nekünk. Aztán 10-es főúton a Solymári elágazásnál szuper trafi működik, jó lesz rá odafigyelni. Penész küldte nekünk, mérnek az M2-esen Gödnél a Pest felé menőket. Szigetszent Miklós tököl Gerinc úton akkora köd van, hogy csuda. De szeretem a varjakat se látni. Kaptuk SMS-ben ezt is. Az 510-es úton Budapest felé Soroksártól Dunaharasztig áll a sor, lassan araszolunk. Papino üzente nekünk. Aztán az M5-ös kivezetőnél építkezés és hatalmas köd. Most egy jó fej volt a rendőrség, elmondták, hogy hol vannak kamerák. Így nem? Van, meg, sőt, meg is lehet nézni a listát magát. Ugye még nincs mindenhol, tehát 365-öt telepítenek ebből a szuperokosból, ami mindent fog nézni, sávelhagyást, a műszaki vizsgálatot. Igen, és de elmondták, hogy hol van. Nem? És elmondták, de és ki is rakják az összeset majd a weboldalukra. Kidobják a weboldalra, hogy hol van a szuperkamera? Igen. Mennyire korrekt? Hát gyerekek, hát komolyan mondom, mi az az ENSZ, mi az a WHO, mi a... Tényleg, hát a... Ne. Ja, nem tudom. Tényleg. Most egy tudod, hogy mennyire fájnak, és mennyire feltépni a sebet. Semmiképpen nem akartalak felhúzni ezzel a WHO-s dologgal. Azt nézem, hogy van-e még friss? Nincsen más. Nincsen na, más. Viszont egy dologról is szeretnék beszélni, már a héten elővettük. Jó, tegnap megbeszéltük a Gáborral, most ne, tényleg. Felé. De Jani, ez egy mindenkit érintő, nagyon fontos. Hagyjuk már kolbászt. Egyéb kolbászt, amennyit bírsz. De is eszel, ne gumáljál már nekem, hát ti is eztek, érte, hogy Jani. Hogy nem? Te eszik. Maradékot vittem el a hűtőből tegnap vagy tegnap előtt. Láttam fejbe rakott még Békés Csabótál egy ilyen félút, 4,5 kilónyi félút kös kolbászkát. Mondom, babusgatta, egy kicsit simogatta, azt mondja, nem baj, elviszem, baj, na, mondom, persze. Te árulok közben hátra. Csak napi 49 grammot fogok belőle lenni, hogy nehogy megjöjjön a kockázat. Nem, én eszel nekem, nem minden nap, nem vagyok nagyon nagy húsevő, de szeretem. Figyeljetek, az a hármunk közül valljuk be őszintén, nem te, Balázs, vagy én leszek az, akit a lehelen, ha elromlik a mozgó lépcső, a hentesek fölvisznek az emeletre. Ez nem, így igaz. Hagyj csak már, majd el! Gyerekek, apám, kiállt elértünk. Ez járni. A vállukon visznek. Nagyon helyes, de nem. Én szeretem a húsz, aztán egy évig nem kell enni, megoldanám. Tehát nem vagyok nagy húsimádó, húsfaló. De te nem is vagy nagy kajálós, te ilyen biológiai okokból eszel. Biológiai okokból. De komolyan. Létfenntartásen unatkozom evés közben. Ugye? Tehát, hogy nekem... Te azért eszel, meg kell. Igen. Én meg azért eszem, mert én meg imádom az ízeket, szeretem, úgyhogy ez... De nem erről akartam beszélni, egyébként a héten már beszéltünk erről a témáról, és még egyszer mondom, ez nem a kolbász, hanem hogy ugye, hát a rokonságodban egy új gyermek érkezésének örülhettünk. Tényleg? Tudsz valamit, amit nem? Hát tudod. Hogy már úgy rokon, hogy a kistesódnak. Ja, azt hittem Vikiről tudsz. Hát nem, hanem újabb, hogy Isten és Bence is csomó. Ja, Bence! Adél, az öcséd, hát, igen, az öcséd, úgy gondoltam. Öcsém. És azon gondolkoztam ugyanakkor, a hogy... A balkézág. Hogy ez a kislány, mert én mondhatom így 45 évesen. Mondhatod konkrétan az apja lehetnél.
kislánya Bence? Igen. Jó lesz, látom, mindenkinek adunk ma reggel meg. Így van. De én ezt szeretem. Ez a kislány, én mondhatom így, az Adél, hogy ő 21 éves, vagy 20 vagy 21 az éves. Az azt jelenti, hogy 25 évesen te már én 25 éves lettem volna, amikor én napokon aztán is tovább megyek. A lányod lehet, nekem is. Neked is? Pont jókorban van. De hogy az agyaságra? Ezt akartam kérdezni, igen? Hogy nem kapkodták el ezek a fiatalok. Én nem tudom, hogy mióta járnak együtt, de hát azért életük elején vannak mind a ketten. De egyébként ezen a nagyapa sztorin végigmenve, a Bencének az apukája, igen, igen, az idősebb istenes, hát az se sokkal öregebb szerintem, mint mi. 45-nél, tehát hogy nagyon-nagyon... A legkirályabb autós műsorai vannak. Így van. Még régen a rádióban imádtam. Tényleg. Rádiós autós műsor? Rádió, olyan rádióműsor, autós rádióműsor volt, mint senkinek. Tényleg nagyon jó, de ez dicséret. Én a tévében néztem. A tévében már kicsit kommerszebb, de nagyon-nagyon jó rádiós, tévés, autós műsorokat csinált. Na, visszatérve. Szóval 21 évesen fiatal. 21 évesen szerintem. És ráadásul ugye énekesnő azért ott egy karriert beindít, azt most elszaladsz majd gyermeket szülni. Igen, pont most olvastam, hogy a 40-es az új 30-as a nőknél. Igen. Szülésben. Tehát, hogy brutálisan tolódik. Nyilván függetlenül, hogy hol laksz, főváros, városon kívül, nagyobb városokban, falvakban, ott azért megmaradt az, hogy korábban szülnek, de például Budapesten, agglomeráció, nagyvárosok, ott egyre inkább ugye a nő karrier, kevésbé fontos a család, cinglik, nem látják már a gyermeknevelésben a szépet, és hogy 40-es lett az új 30-as, tehát hogy akkor szülnek. 21 éves, ugye? 21 éves. Ja. Hát vidéken értem a dolgot, mi ráérünk esténként, tudod, már jószágot megetetted, oda söndöröd szanya mellé, és akkor jön a dolog, de mondjuk az ő életükben azért kicsit olyan gyors. A korainak érzed, ugye? A Bence arcát képzeld el, mikor meglátta. Láttam én a Facebook posztjukat, megnéztem, ott nagyon boldog volt, mondjuk azt is láttam, hogy az Adél csavarja hátulra a karját. Annyira meghatott, hogy én ezt nem is tudom elmondani. Van egy jó hírem, Bencus. Mától minden mehet. Nem, terhes vagy. Hát figyelj, én nem tudom, mától minden mehet. Én keveset tudok az ő életükről, de ezen én is gondolkoztam, hogyha nekem lányom lenne, és 21 évesen hazajön, hogy gyereke lesz, valószínű, hogy összepisilném magam. Az ember örül, mert szülő vagy, és a gyereked is gyereke lesz, de 21 évesen nem lát Tom, hogy egy igen. Fiatal lány, kész személyiség, és ezért nem is biztos, hogy tudja, vagy tudják. De most ne vegyük el a kedvüket. Nem, hát. Ja, nem akarom ne elvenni, csak kedvüket, gondol... de most már nem is lehet. Igen, az meg a másik, most már nem is lehet. Lett volna még az életükben, ért? Most meg a gyerek. Ne, ez nyilván hülyeség, tehát nem elvenni a kedvet, csak így én is ezen gondolkoztam, hogy... De nagyon cuki, meg boldognak tűntek, van, meg aranyosak. Tehát, hogy csak hogy 21 évesen ma egy lány, az lehet, hogy fiatal. Igen. Nem? Uh-huh. Igen. Jó, de mondjuk Adél egy ritka, érett, kiforrott személyiségű felnőtt nő. Tehát, hogy én azt gondolom... Mi van ma vele? Nem? Azt mondom, hogy gondolsz valójában. Ne azt, hogy... Én azt érzem, hogy picit korai volt. Ugye előttük még az élet. Á, mióta vannak ők együtt? Azt tudjuk, egy éve? Na, most már régebb kettő? Voltam. Igen. Mennyi? Kettő? Két év? Mikor? Azt nem tudom, nem számolom. Ja, jó, de hát mondjuk van egy két éves kapcsolatod, az azt jelenti, hogy 19 éves volt a Adél, amikor összejött a Bencével, és akkor két évig ebben a korban az alap lehet egy ilyen hosszú távú dologra? Manapság. Mikor hát... mindenki inkább még csapong, még akar körbenézni, még akar menni, mert azt régen tudjuk, hogy ez teljesen normális volt, sőt, még korábban is lett 16-17 éves. De hogyha persze. Azt érzik, hogy tényleg hogy megtalálták azt az embert, akivel leszeretnék élni az életüket. Érted? Ebből a két éves ember lett, mondjuk másfél SMS-ezgetés is. Tehát, azért ezek mély dolgok. Azért, ahogy mi örülünk valaki boldogságának, azért az nagyon klassz, nem? De tényleg sok boldogságot neki. Tehát, hogy nincs ezzel probléma. Az ember felnőtt fejjel gondolkozik el azon, hogy ha lányom lenne és 21 évesen megérkezne, mondjuk, akkor mit mondanék arra, hogy apa gyerekem lesz? Hát meg így van. És ott áll a Bence a visszafordított baseball sapkájával, nyakba borulva, flortomival, megyünk újra koncertre. És ki az apuka? Ott van most a flór mellett a színpadon, éppen nagyon dajoznak. Tehát, hogy lehet, de ugyanakkor meg lehet, hogy tök jó, meg biztos, hogy boldogok lesznek. Ugyanakkor azért azt, hát szerintem mindent valaminek elmondhatjuk, hogyha mondjuk a Bencének lettek volna, mondjuk, vagy lennének idősebb, érettebb barátai, akik már régóta házasok, akkor nyilván közbe léptek volna, vagy mert ha minket kérdezett volna, meg így ennyi év házasság után, akkor nyilván már az, hogy ne! Oda betűntünk volna. Vigyázz! Vigyázz! Nagy kanalat most dobod el a kis kanal! Ugyanaz a bugyi magyar dörökre!
Ugye, ugye ez Üllői úti fák is van nekem, ugye ugyanaz a bugyi marad örökre, igen, hát ez erről szól. A bejelentés az egy jó pillanat mindig. Az valahogy megmarad az emberben, nem? Amikor megtudja, hogy a apa lesz. Igen. Tehát azért ez náluk is biztos egy jó pillanat volt, nem? Ma is kérdezem Mónitól, hogy ez... Nálatok mi volt, mikor megmondta? Én azt hiszem, hogy piros lámpánál tudtam meg, és nem indultam el. És dudáltam. És vártam, és azt hiszem lett még egy kérdés. Anyádért nem indulsz! Babát vár. Apa legyek! Mindenem lepörgött. Azt hiszem a komplett életem, mikor zuhan a repülő, tudod? Tehát, hogy így, hol örültél tényleg? Úgy minden. Kerested a tekintetedre azt juhárt, hogy még valami legyen. Még egy viszkit, még egy hozzátok a lúdot, nem akarok úgy meghalni. Ahogy Leonardo DiCaprio üvöltött a Wall Street farkasába, lúdot, még több lúdot. Hát, igen, azért emlékszel rá, az egy nagy pillanat, nem? Emlékszem. Igen, mondjuk levert a víz. Emlékszem, levert a de víz. Nálam az például sokkal jobb volt, amikor a családnak jelentettük be, mert az is jó szokott lenni, amikor ott állsz kicsit kézen fogva. Tudod, mi nyaraláson voltunk közösen, anyósomék a Horvátország a sógoromék, mindenki ott volt, és a sógorom, mindenki ott volt, és ültünk a Horvátországban egy mobil home előtt, mindenki apósom fröccsözött, anyuka finom kávét hozta ki, és akkor pont ment ez, erről dumáltunk, hogy gyerek meg minden, és akkor ott elő vezettük a dolgot, hogy hát akkor meg vagyunk. Ezzel arra emlékszem. Ja, jó, mert azt hittem, hogy a mama előtt tudta. Nem, hogy akkor meg vagyunk. Ezzel kész van a projekt, megkötött a gipsz és egyebek. Arra emlékszem, hogy a hangyósom gyakorlatilag a szomszéd szigeti köpte el a kávét. És azt mondja, hogy mi a... Igen, ez ott, anyuka, meg vagyunk, hozhatom a pálinkát, jó lesz. De azért még locsolni kell. Mitől szűköl úgy az ember? Tehát én például, mikor én is átmentem anyukám, amikor már minden már rugdosott, már most mondd már el, gyere elő, ne menjünk úgy el, hogy nem mondja. Tehát, és valahogy nem, nehezen ugye? Jön, ugye? Amikor asztal alatt a besenem hátás, hogy negyedszerre rúgnak bele, hogy mondd már, most mondd már, mondd már, ne. Egy kicsit várjunk vele. Hát konkrétan archiválta a fejemet, amikor megtudtam a második gyereket, így sikerült. Gyújj, de jó, mutasd már! Így sikerült kinéznem a második gyereknél. Tehát ott már volt annyira aljas egyébként idézéssel, hogy lefotózta, amikor előtte utána képte. Nincs az arcomon ott. Nem őszinte. Nincs az arcomon ott, hogy húha. Így van. Illetve azt pörgött le, hogy igen, szívesen felrakom az Instára, egyébként megmutatom ezt a képet. Egy tankcsapdalnak a részlet, hogy jut eszembe az arckifejezésedről. Örök börtön, alva. De ez már a második gyerek. Nagyon amikor jó. Amikor már ugye a Benny után már alszol, már egyenesbe jöttél, már jó, már kezd felnőni, és úgy érzed, hogy kicsit most ugye visszakaptad azt az életet, amit te azért feláldoztál, elengedtél. És hát azért voltak nagy egó harcok, hogy a gyereket magad elé helyezd. Odaadod nekem a képet, hogy csinálsak belőle egy mémet. Egy kis gondolat buborékkal mellette. Nyugodtan. Azt mondtad, szedd elő gyógyszer. Ott van előttem valamilyen kis ajándék, vagy kis cipő, vagy valami, és a Viki rákészült konkrétan. Hát a fejemen ott van. Ott van, hogy ugye, hogy... Na most megint nem. Aha, de most ez tényleg ez kellett. Fogok aludni. Ne, szívesen felteszem az Instagramra, nézzétek. Ez az előtte, utána? Előtte, utána. Az előtte képa, az igazán őszinte. Utána már ugye egy időt mosolyal próbálom elütni. Ja, fotózol? Arhibálsz anyának? Nagyon örülök. De jó. Megnézi az egész család. A húgad is. De boldog vagyok. Szóval igen, hát ezek nagy pillanatok. Igen. Olyan pillanat szerintem, hogy nem egyszerű a nőnek, és nem egyszerű a pasinak. A nő hogy mondja el? Mikor van olyan hangulatban a pasi? Hazajön? Munkából? Este? Szex után? Előtte? Az ágyban? Tehát ugye, hogy mikor kell beadni egy pasnak, főleg, ha mondjuk nem vár gyerek, vagy nincs rá felkészülve, vagy nagy meglepetés. Képzeld el. És a palinak is ugye rosszul reagálok, megsértődik. Nem vagyok egyből boldog. Fürkészi az arcomat, nem ölelem meg egyből, és nem mondom, hogy de jó, azonnal vége mindennek, és a nővilágá megy, mert a legérzékenyebb pillanatát akarod tőle elvenni. Tehát résen kell lenni. Bármikor nem lehet elmondani. És képzeld, hogy Feri megy haza, vagy ha hatalmas kulcsörg, és a macskos rohadt VH, hogy a rohadt életben, hogy ezek is minden, amit képzelek maga, Elveszítő, Feri, van egy jó, nem, béka lencse. Béka lencse. Nem, én béka. Te vagy béka. Ja, bocsánat, béka. Lencse! Mi van? Jön a harmadik. Hagyjál már békére, nem hallottad? És mit fog enni, ha elveszik a kolbász tőlünk? Így van, kegyenet, savanyúság. Mondom, igen. De abszolút így van. Én talán a negyedik piros után indultam el az első gyereknél. Balra le, a rakpartra, a Margit hídnál, a piros lámpánál, akkor még le lehetett menni. Tehát még erre is emlékszem.
Hát igen, nagyon drága hallgatók, tényleg nők és férfiak, a nagy pillanatot írjátok meg nekünk. Jó? Amikor nőként kisakkoztátok, hogy most kell elmondani, most jött haza uratok, és most van olyan állapotban, illetve pasik, tök őszintén, nekünk elmondhatjátok. Uh-huh. Mit mutattatok, és valójában mit éreztetek. Jó? Ha nem akarjátok, nem kell aláírni. Tehát a kettő egyezette. Amit kifelé kommunikáltál a feleségednek, a barátnődnek, hogy ne legyen örök harag, és amit belül éreztél. Nyugodtan írjátok meg. Jó? Mi volt az első reakció? Hol, mikor, hogyan tudtátok meg? Rémület? Pánik? Hideg verejték? Ugye mindenen átmegyek. Értettétek egyáltalán először, hogy mi történt? Ha véletlenül valaki örült, ő is megírhatja. Ha örült, természetesen annak is. Lepörgettétek a következő 20 évet, és rájöttetek, vége, örültetek, nyakatokba kaptátok a feleségeteket, és együtt kiugrottatok a harmadikról. Tehát, hogy mi történt valójában? A női és a férfi oldal is. Hogy volt romantika, nem volt romantika, meglátta a tesztet. Hepatitis, nem terhes vagy. Igen, hőmérő, lázas vagy. Hülye, ez egy terhességi teszt. Jó, írjátok meg nekünk, hogy kinek hogy történt az életében a nagy pillanat. Amikor közöltétek, vagy amikor meghallottátok. Jó, SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. Egyszer dalt fogok írni. 3-4-9 lesz pontosan egy perc. Menni fog, gyerek. Menni fog. Komolyan mondom, egyszer írok egy dalt. Arra figyelj, mert most az a trend, hogy csak refrént. Tehát verzét egyáltalán. 3-4-9 lesz pontosan egy perc van. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, süt a nap, itt Budapesten, de még sok helyen, és hát szép idő lesz hétvégén legalábbis. Ezt mondják, bízunk benne, hogy ez az egész országra igaz lesz majd. Na, Bencéről beszélgettünk Adéről, hogy ki mennyire volt fiatal, meg hogy talán mennyire fiatalok egyáltalán a gyerekvállaláshoz. Nyilván mindenki maga dönt a saját életéről, ugye Adél 21 éves, és azt boncolgattuk, hogy lehet, hogy egy picit korai, de nem is erről beszéltünk hosszan, hanem már azon pillanatokról, amikor az ember megtudta, mert hogy itt két ilyen teljesen ellentétes világ találkozik. Egy valaki, aki már tudja és közölni akarja, a másik, aki mit sem sejt, hazamegy, és váratlanul egyszer csak az arcába kapja azt, amire igazából nem lehet felkészülni. Mert valami olyan jön, amiről nem tudsz semmit, mindenki mondta. De hát nem tudod, főleg, hogy... ha mondjuk készültök rá, tehát megbeszéltétek, hogy igen, most már terveztek gyereket, akkor is van ez a faktor, amiről beszélsz. De amikor egyébként csak önfelett együttlétek vannak, és élvezitek egymást, de nem beszéltétek meg, hogy lesz gyerek, nem lesz, és egyszer, na akkor tud nagyon nagyot ütni. Hoppá, akkor, itt akkor vagyok. Akkor van a baj, igen. Vagyok. Ugye kértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, hogy ki mikor tudta meg, illetve ki mikor mondta el. Nők, férfiak, hát rengeteg, rengeteg SMS van, és nagyon sok hozzászólás. Anyu mesélte, hogy apunak hogy mondta el, hogy terhes. Adott egy szülinapi képeslapot, amin az állt, szia apa, jövőre már hármasban ünnepeljük a szülinapodat, mire apa megszólalt, jaj ne, minek jön át anyád megint? Így van, tudod. Ne, de jó. Megint. Az anyósod. Hát már neked szívet tönkretenni. Hát a hülye postás megint rossz helyre dobta be a levelet. Igen. Azt mondja, hogy reggel néztem meg az eredményt, férjem még az ágyban volt, közöltem vele, hogy szerintem terhes vagyok. Erről kikerekedett szemmel felkelt, beágyazott, majd ismét a paplant kirázta, és megint beágyazott. Ugyanazt a fekhelyet. Nagy volt az öröm 3 év után. Most 13 hónapos a kislányunk, ezt Enzi küldte nekünk. Reggel csináltam egy tesztet, 2 csiklet, ő már indult dolgozni, az óra elé dugtam, és megkérdeztem, hány csíkot lát. Ránézett, elkerekedett a szeme, és azt válaszolta, 1. Majd vette a táskáját, és szinte sokkos állapotban elment dolgozni. Szinte előttem van a zombiszerű egész napos munkavégzése. Persze később beszéltünk, minden oké volt. A felesége mutatta a tesztet, de nem esett le, hogy mi az. Mondta előtte, hogy üljek le, amikor leesett, hogy milyen sokkot kaptam, és elmentem futni 10 kilométert, pedig utálok futni. Lenyomott egy 10-est. Azon figyelj, elmegyek futni. Soha nem voltál még futni. Ah, igen, 26 vagyok azóta a világ legboldogabb családapája. Imáron 5 éve Ati küldte nekünk. Múlt héten közöltem a férjemmel, hogy jön a 6. Lassan, kirovan, nyugodtan adagoltam be neki, pedig itt már azért kell, hogy legyen rutin. Nem, nem? Írás, 6. Igen. Hú. Férjem annyit mondott, mi van, majd kinyitotta a hűtőt és letolt 3 unikumot. Ezt valahogy megértem. A családban majd karácsonykor hirdetjük. Hát, az kemény. Na, az kemény. Igen. Hogy rutin tényleg van, hatná, hogy fogadod, igen, de nem nagyon akartad már. A témával kapcsolatban egy dolog jut eszembe, ez pedig egy Woody Allen film, a Párbeszéd a következő, mondja a nő, hogy szívem, van egy karácsonyi meglepetésem, terhes vagyok, mire a férfi mondja, elég lett volna egy nyakkendő is. Igen, és akkor pontos, de valahogy így hangzott. Még ugye lehet még tetézni, hogy terhes vagyok, egy unikom, ikrek, 2 unikom, 3-as ikrek, 3 unikom, ott vége van, ott vége van. Igen.
Lányunk másfél éves múlt, mikor kiderült, ikrek érkeznek hozzánk, boldogan álltam a férjem elé a csoda hírrel, erre ő, basszus, ki kell festeni a másik gyerekszobát, és vehetek egy rohadt drága babakocsit. Ugye a gond? És mi le, kocsit kell cserélni, nem férünk el. Nem izofix, úristen. Aztán nagyon szeretünk volna a babát, sokáig nem sikerült. Egyszer Németországban voltam, amikor jött a párom telefonja, babánk lesz. Másfél év után Szlovákiában volt, amikor hívott, hogy jön a második. Egy darabig nem utazom külföldre. Két napig sírtam, annyira váratlan volt, de nem bánom, ezt Tobi küldte nekünk. Nálunk a poén akkor volt, amikor a férjemmel együtt az öcsémmel közöltük, hogy nagybácsi lesz, eléraktuk a pozitív tesztet, és ő megkérdezte, mi ez, pendrive? Modern van, gyerek. Hova kell bedugni? Mi van rajta? Betűzöttetek valamit filmet? Zenem? Migás. Migás. Potyogtak a könnyei az egész családnak a nevetést. Csáó. Kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Kevesebb, mint egy hónap múlva jön hozzánk a negyedik gyerek. Le voltam taglózva a hírtől, holott életem szerelmei, három másik gyerek. Nálunk nem volt ilyen bennem. Most nőt akartam már visszakapni. Olyan, a nőt biztos a feleség. Most a nőt akartam már visszakapni olyan jó 8 év után, és baromi nehezen viselem, hogy még rá kell dobni egy keveset. Azt mondta, hogy első gyereknél hazajött a munkából, és mutattam neki a két csíkot, megkérdezte mi az, mondtam neki, hogy mi, erre mondtam, na, szuper, házasodni kell. Ugye? Hogy azért itt vannak? Azért itt vannak, nagy mondata. Anyósom, amikor közöltük a nagy hírt, ennyit mondott, ha, gyereket a hülye is tud csinálni. Ugye? Köszönjük, na, mama. De jó, ugye? micsoda lelki muníció, micsoda útravaló, micsoda támogatás. Igen. 35 vagyok, 21 évesen szültem, baromi jól csináltam, hidd el, Feri, mert hogy olyan, mintha a nővére lennék a saját lányomnak. És félreértés van, ők is, én nem mondtam, hogy nem jó 20 évesen, én föltettem a kérdést, hogy nem korai-e. Én abszolút jó, tehát hogy ezzel nincs probléma, hogy valaki 20 évesen. Persze, ez egyéni szempontok vannak, mindenkinek más fekszik. Egzisztenciálisan, biológiailag, ezerféle szempont van. Igen. Hát persze, hát hogy ne, csak a Feri azt vetette föl tényleg, amit mondasz, hogy nem. Igen, nem azt mondtam, hogy milyen baj az, hogy úristen, mekkora hülyék, azt kérdeztem így magunktól, és 20 évesen ráadásul egy énekesnő, aki a pályája elején áll, most elmegy szülni, hogy de nem baj, ezt senki nem mondta. Igen. Nem feltétlenül ez a korom miatt, persze, vagy a koruk miatt, csak beszélgettünk. Én hullámvasúton mondtam meg a férjemnek, hogy terhes vagyok, sikított is. Sose tudtam meg, hogy örömében vagy, vagy bánatában, vagy a hullámvasúton. Az egyébként menő. Az jó. Kapaszkodj, drágám. Terhes vagyok! És elindul. És ott nincs leszállás, kiüvöltheti magából. Mire leszáll, megnyugszik, nem? Igen. Ott meg vagy. Hát, ha nem közben mondta neki. Terhes vagyok! Rohadt jó, igen! Nagyon jó! Terhes vagyok! Igen! A legjobb része, amikor fejjel lefelé vagyunk! Terhes vagyok! Na jó, adjuk majd, ha megáll. Engem. Én voltam a párommal a Real Barca meccsen, és akkor mondta meg, hogy babánk lesz. Na jó, ez igazságtalan. Ez nem szép dolog. Tehát kiút az ember egy El Clasicóra, ott üvölt 80 ezer ember. Sose figyelsz Madridban. És a csaj bedobja, hogy terhes vagyok, ez nem korrekt. Igen. Hát neked aztán bármi, ha sose figyelsz rám. A Pali meg ott van élete meccsén, tudod. Próbálj kihúzni a fét jobbra, hogy látsa valami. Passzolj, barom! Vagy tudod azért, hogy túl legyen rajta. Tehát ott úgyse tudsz nagyon ezzel foglalkozni, hát egy Real Barca meccsen, ha Real fenn vagy Barca, tök mindegy. Tehát ott állsz, hát az 80 ezer ember üvölt melletted, ott lehet, hogy hamar megemészted, hogy tudjál a meccsen foglalkozni. Tehát ez egy pont jó volt az időzés. Igen. Nem? De lehet, hogy atletikó drukker volt, és ezért tudod ráfigyelni, mert rohadtul elérdekelte a meccs. Mondjuk annyira sem szerencsés, tehát, hogy, mert hogy egymás mellett ülnek. Tehát nincs meg az a fajta, hogy hiekülünk az étteremben. Ott nem, hát ott azért odahajol így elé. Jaj. Húzzál, mert nem látom a meccset. Igen, 30. szülinapi gyertya elfogás után azt kívántam, bárcsak lenne egy fiam, másnap csináltam tesztet, négyet egymás után, mert nem tudtam elképzelni, hogy mit ittam össze a bulin, amitől pozitív lett. Ugye ez is egy érdekes dolog, amikor ő nem hiszi el, és kb. 3 patikába mész be, és 3 különböző tesztet csinálsz meg, nem? Hogy elhitt, hogy ez valójában, igen. Valójában működik. Na jó, hát nagyon, nagyon szépen köszönjük az SMS-eket. Igen, ez egy nagy pillanat. Nátok, hogy volt? Te még nem mondtad, emlékszel még, hogy felhívtad Mónit a hírek alatt, hogy volt? Ő volt, aki elment futni. Mi? Te voltál, írtad az SMS, hogy elmentél futni? Mi volt? Lepetésztél, vagy mi volt? Nem mesélted, de nem emlékszel? Nem tudtam felvenni, mert hogy hívják, üvegeket vittem vissza éppen sorba, az ő visszaváltó elő. Hát el a kis szatyroddal, a kis gyöngyöleggel. Betről a munkahelyről hívott fel. Telefonon. És akkor mondta, ha telefonon. Telefon, nem akarta látni az arcodat. Bement az üzemorvoshoz, és akkor ott derült ki. És mondtál, hol voltál? Fogalmam nincs.
Én ezt szeretem benned. De idegen hagyta egy kicsit. A romantikus énedet. Igen, valószínű, hogy tényleg valahol álltál. Mit mondta? Jó van, hagyjál végén, majd este megbeszéljük. Megkérdeztem tőle, hogy és mit csináltam. Hát, nem tudom. Mondhatod, hogy jó. De hoha! Te, van benned romantika, van benned érzés. Én ezt bírom, én ezt szeretem. Hát most minek kell érzékenyülni, minek örülni, minek azt mondani, hogy rendben kicsim, jó lesz, de örülök, jó. Én a maga természetességével tudomásul vettem. Tudna még adni abból a két trüffelből? Gondolom, hogy egy ilyen beszélgetést tarts, egy kicsit mondjuk. Két túros, egy trüffel, egy brutál csoki. Mai a krémes vagy tegnap? Köszönöm. Mondjad, anya? Nagyjából egyébként. Ezt így tudom. Így tudom elkezdeni. Mindjárt kicsim, csak még kikérem. Ja. Hát igen. Ezek nagy pillanatok. Na jó, köszönjük az SMS. Mutatjuk a beugrót, jó? Hogy mit kell majd megfejteni. Mert van ma is hármas ugrásunk, úgyhogy figyeljetek. Csak az játszhat, aki legalább két dalt vagy két előadót megfejt. Jó, figyeljetek. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na, itt van. Amikor könnyű pénteki. Teljesen átaludtam. Jázz le magadnak még egyszer. A kettő szokás szerint megvan. Valamit utálok, valamit szeretek. Uh-huh. És valamit nagyon utálok. Egy óriási énekes a közepén. Igen, egy felismeretettem az elején. Igen. Ebből megmondod, hogy ki van az elején, figyelj. Nem ismered meg, amikor a magyar popzene legjellegzetesebb dalszövegét. Amikor állod. Így van. Nem. Amikor a Clinton belül a Lincolnba, mint valamit titkolna. Azt nem az, de... Az igen. És jöhetnek a kérdések. Bizonyám, ezt akartam mondani, hogy 9-től fél 10-ig mondhatni talán, hogy az egyik leginkább szeretett rovatunk jön, mert hogy folyamatosan kapjuk hétközben is a kérdéseket, de most arra lehet időzíteni, 9 órától a hallgatóké a főszerep. Amit szeretnétek, meg tudtok kérdezni. Nem tudunk mindegyikre válaszolni, de nagyon szívesen válaszolunk, úgyhogy ha van kérdés, akkor nyugodtan küldjetek. Ez a rovat egyébként mindenféle öntömjénezés nélkül mutatjuk, hogy gyakorlatilag ritka, mint a fehér holó a médiában, mert hogy őszintén igyekszünk majd válaszolni a ti őszinte kérdéseitekre. Igyekszünk, értitek? Tehát igen, de jó szó az, hogy igyekszünk. Igen, abszolút igyekszünk. Igen, az utolsó fél órában több dolgunk is lesz. Egyrészt hármas ugrást játszunk, ugye erre már elhangzott a beugró. Kettő jön a kérdés-válasz. Pénteken az utolsó fél óra az mindig, ahogy mondtuk, a hallgatókról szól. Úgyhogy ha van olyan, ami benneteket érdekel, nem tudtuk a héten megválaszolni, elküldtétek e-mailben, vagy egyszerűen csak kíváncsiak vagytok rá, hogy mi mit gondolunk egy bizonyos dologról, nyugodtan küldjétek el a kérdéseket, és meg fogjuk válaszolni. Ugye két héttel ezelőtt volt utoljára ilyen rovat, és akkor mi volt sem tudtunk... Héten? Hát, 23. Ja, volt. És két héttel ezelőtt sem tudtunk minden kérdésre válaszolni, egy picit késve kezdtük el a rovatot, úgyhogy onnan is megmaradt szerintem egy csomó kérdés, nyugodtan küldjétek el még egyszer. Ja, akkor volt az rohadékok, mikor nem voltam. Nem? És örültetek, hogy nem vagyok. Valaki tegnap ilyesmit mondott, talán anyám. Ezek a szemetek. Mi? Úgy örültek, amikor nem vagy. Hát mikor volt olyan utoljára, hogy mi örültünk bárminek veled? Pénteken a rovadban megkérdezték, hogy örültök, hogy nincs Bali. Ja. Anyám jelentett, gyerekek, anyám jelentett. Vigyázzatok, mert ő részedés sem van. Figyelj, ezek olyan rohadékok voltak, hogy jelent, mondták, elmondták, hogy örülnek, hogy nem vagy. Na, jöhetnek a kérdések, jó írjatok, nyugodtan, mi pedig jövünk. Szandra elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Morning Show, Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival, itt a Klassz FM-en. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk 12 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a klasszon péntek, gyerekek, péntek. Jaj, de jó, hát a péntek megéri azt, hogy jó. Aztán ne felejtsük el. Ja. Ezt jön a szerda, és aztán egyszer csak december vége az évnek, és nagyon hosszú lesz a tél. Ugye, János? De hát mégiscsak nézzük a jó oldalát. A jó oldalát.
ennek. A jó édes oldalát. A jó édes oldalát. Oldalasát, az már más. Na! Egy jó füstölt oldalas. Te felejtsd el a WHO. Persze. Anya, a WHO, jusson eszedbe, jusson. Nem jut eszembe, kitöröltem tegnap. Szakítottál velük? Kitöröltem, vége. Vége minden. Köztem is a WHO között vége mindennek. Szakítottatok? Ennyi. Helyes. Nem az ő, de velem te nem vagy ne a... cseszekedjen a WHO. Nem a barátai többé. Sose voltak, de most különösen. Nem veszed fel nekik most már soha többet. Nem lájkolod vissza ha őket. Ha keresnének. Igen. Na, nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy... Mondom, hogy mi a helyzet az. Parancsol. Alig várjuk. Ja, Istenem. Tessé. Oh. Na. Hogy? Nem, csak közben látom csak, a kérdéseket is. Csak nehogy ügyeletre kelljen mennünk, mert tudom, mi a vége. Nem akarok még azért ügyeletre kerülni, de igen, tudjuk, mi a vége. Emáros Budapest felé Gyöngyös és 60 között mozgó trafi rendőr Asztrából. Peti küldte nekünk. Az M7-es Balatoni oldalán a velencei pihenő után a 46-os kőnél fejtetőn áll, a belső sávban egy autópálya zár szag van. Tehát az M7-es Balatoni oldalán a velencei pihenő után, hát ha feje tetején áll, akkor lehet, hogy sanszos, hogy lezárják az M7-est. Mondjuk, ha látjuk. Jó dugó, írja egy hallgató, de az egy dugó az M1-esen a 85-ös kilométernél. A sor vége áll, és fél órája arra szólunk. Hát ezt mondtuk, hogy meneküljetek, igen, hogy ott Komárom felé lehet kerülni, sokszor mondtuk, hogy az M1-esen nagyon nagy baleset van. Trafi az M3-as 230-as kilométerénél Záhony felé írta nekünk Zoli. Aztán teljes útzárban így van az M1-esen Bécs felé, a Bábolna lehajtónál, úgyhogy a komáromi lehajtó felé tudtok kerülni. Győrnél a 84-es főúton fotóznak az M1-es autópálya felhajtójánál. Tibi üzente nekünk Békés Csaba és Mezőberény között a Bakuc tanya előtt postállítják a három lábút, és 100 méteres a látótávolság, nehéz őket észrevenni. Mindenki figyeljen a Bakuc tanyánál. Bakucéknál trafiznak. Gyula és Elek között trafi, Elek felül érkezőket mérik 6-7 kilométer, a 6-os és a 7-es kilométer között. 51-es út, Bátmonostor csak ékezet nélkül jött trafi, buszos Otto küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint Püspök Ladány elkerülőjén a 4-es főúton drága fotók készülnek. Na, ezt is SMS-ben kaptuk. Na, jöhetnek a kérdések? Hajrá! Hajrá! Na, nézzük. Mit írnak a hallgatóink az utolsó, ugye fél óra így pénteken a kérdés-válasz fél órája? Mit? Ennek van szignálja? Tényleg? Ez vicces. Itt minden azt van. Hát itt minden járját, van. Hát komolyan mondom. Komolyan mondom. Na figyeljetek. Kérdezz, felelünk. Ez az őszinteség órája. Na, és meg is volt az első kérdés, és az első minek válasz. Minek ez a szignál? Lecseréljétek a szignált. Ezt igen. Szeretitek ezt a szignál, amit így ártottatok. A válasz nem. Úgyhogy csinálunk egy újat. Közül, hogy szóltál. Na, már jelölök is, már olvasok is, már mondom is. Nézzük, mire kíváncsiak a hallgatóink. Azt mondja, hogy mi lenne az első dolgotok, ha egy napra megszűnnének a törvények? Azonnal egy jó kérdés. Ez kemény. Sokat morfondírozom. Hát attól függ, hogy utána lenne. A retorzió azért, amit tegnap csináltad a törvénytelen napon. Kérés azért, amit csináltunk. Ugye van egy ilyen film is amúgy, amik egészen pontosan erre épül, hogy egy napig gyakorlatilag mindenki azt csinálhat, amit akar. Én csupa szép és jó dolgot csinálni. De mit virágot vinnél valakinek? De azt megtehetett most gombát szedni? Miért tenném? Nem próbálnátok ki tényleg, ha egy napig lehet, hogy ilyen bankot rabolni? Nem mondd, hogy nem próbálnád ki. Nem mondd, hogy nem mennél be, mindenféle következmény nélkül. Nagy kővel egy kirakatot bevágni, és mindent kipakolni. Dehogy nem. Az a baj, hogy addig, amire odérnénk a bankon, már a banki alkalmazott, kirámolták volna a sajt, kirámolnák a saját bankokat. Igen. De tényleg az ember azért ezzel is eljátszik. Én néha eljátszom azzal, hogyha a gyereked életére törnek, ha te életed életére törnek, fontosabb-e, megölnéd, nem ölnéd, ha nem lenne következményi, szabadon választható lenne a dolog, kipróbálnád-e, megmernéd-e tenni, mi választ el bennünket, embereket attól, hogy ne bántsunk egy másik embert. A mi gyávaságunk, a személyiségünk, a következmények, hogy börtönbe kerülünk, és ha nem lenne börtön, megmernéd-e tenni, hogy valakinek mondjuk elveszed az életét következmény nélkül? Szerintem, ha rátörnének a gyerekedre, vagy rád, akkor is megtenni törvényes napon is. Tehát, ha ott van a fenyegetettség, akkor megteszed. Szóval nehéz, ez egy nehéz kérdés. Egyébként. Meg hát egy csomó minden más, csak nyilván nem akarunk holnap címlapra kerülni, tehát erre baromi nehéz válaszolni. Engem mindig például nagyon-nagyon inspirált az, amikor kiírták valahova, hogy a kiállított műtárgyakhoz kérjük, ne nyúljanak hozzá, és én hozzá nyúlnék.
Nyilván az első lenne a Szép Művészeti Múzeum, ahova bemennél ezen a napon. De bátor vagy, igen. Ha közületek valaki egy történetet vagy hírt mond el adásban, akkor azt mindenki először hallja, vagy előtte megbeszélitek és úgy tesztek, mintha először hallanátok. Hát ez egy érdekes dolog, mind a kettő megtörténhet, ugye? Tehát ez egy szerkesztési elv, ami arról szól, hogy van, amikor megbeszéljük, hogy mi a téma, és ki mit képvisel, ki melyik oldalon áll, kinek mi lesz várhatóan a műsorban a véleménye. Ez nem olyan, mintha megbundáznánk egy meccset, egyszerűen tudni akarjuk egy témánál, a műsor előtt, vagy a téma felvezetés előtt, hogy körülbelül milyen érvek és ellenérvek találkoznak majd a műsorban, ki melyik oldalon áll. Vannak olyan témák, amiket tudatosan nem beszélünk meg, és nem hozunk be, hogy az első reakció, az első elképedés, megdöbbenés, az itt történjen meg. Ez leginkább akkor van, ha valaki egy személyes történetet hoz. Ha személyes sztoriról van szó, akkor én például kifejezetten utálom, hogy tudom. Mert nem már érdekel előre. Már elsőre se, hát még második. Van, csak már másodszorra már sokkal nehezebb eljátszanom azt, hogy valami kis érdeklődés kikar belőlem a sztori. Az ember ennyi idő után már tudja, hogy mit kíván meg az adás. Meg kell beszélni előre, nyilván a fő témákat, a vezető témákat, hogy abból hogy generálunk témát, hogy lesz abból feszültség, ki melyik oldalra áll. Így van, igen, azt meg is kell, de van, amit nem egyeztetünk, és szeretjük látni egymás arcát, amikor kiderül, hogy mi a történet. Hogy mi a történet, és azt nem is mondjuk el. Nem is mondjuk el, sokkal jobbak, mint az előre lezsírozottak. Ennyi. A Janitól akarom megkérdezni, hogy 1988. január 28-án délután 15 óra 30-kor nem vásárolt-e véletlenül a kispesti centrumban, mert ha igen, akkor szemét vagy, hogy az utolsó Antrax kazit előttem vetted meg. Ha nem te voltál, akkor is szemét vagy. De akár te is lehettél volna. Te voltál az? Hát így jártál, öcsém. Igen, én voltam a. 88. Ezt jól benézted, kérdezi valaki. Bari, téged nem bántanak azért az RTL-ben, mert TV2-s műsorokról beszélsz, vagy TV2-s műsoroknak, műsorvezetőknek, vendégeknek adtok helyet ebben a műsorban, kérdezi egy hallgató. Mire gondol most pontosan? Hogy amikor például behívtuk a Sztárba, ja, Sztárba, vagy amikor elmondta, te ezt határozottan elmondtad, hogy azt a műsort kedveled. Így van. Ugye? Tehát akkor be kellett menni a vezérigazgató. Kaptam én aznap olyan SMS-t, hogy áruló, meg... Jöttek a kollégáktól, vagy a felső vezetés? Kollégáktól, felső vezetés. Jó, hát a kolléga. Ugye ez egy érdekes helyzet, mert teljesen máshogy működik az ember televíziósként és máshogy rádiósként. Tehát rádióban nekem az a feladatom, hogy én itt rádiós műsorvezető legyek, és ne tévés műsorvezető. Tehát nyilván az a lojalitás elvárható az RTL-től, hogy nem jelenek meg TV2-s műsorban, tolom az RTL szekerét, és mindent alárendelek annak, hogy az RTL-nél dolgozik az ember, itt, ha műsorokról kell beszélni, promózni, vagy bármit megtenni. Ha az ember rádióban ül és rádió műsort készít, akkor viszont nekem itt a rádió műsor készítőként, szerkesztőként kell gondolkodnom úgy, hogy mi az, ami érdekli a hallgatót. És ez baromi egyoldalú lenne, ha mindig RTL-es műsorokról beszélnénk. Nem is lenne igazságos, nem is lenne fair, úgyhogy én RTL-ezem. Kettő, ha egy ország szeret, vagy egy fél ország szeret egy bizonyos műsort, ami nem az RTL-en megy, akkor nekem feladatom, nekünk feladatunk arról beszélni, meghívni őket, és kiszolgálni a mi hallgatóinkat. Hát nem cenzúrázok én azért, hogy te TV2-s vagy, ide nem jöhetsz be. Fura itt is lenne. Rádiósként dolgozunk, rádiósként szerkesztünk, és igenis, ha van egy TV2-s műsor, arról nekünk lehet beszélni. Ezt egyébként az RTL vezetősége megérti, mert profik. A vezetőségen kívül én hallottam, hogy néhányuknál például ez a beszélgetés, ez nagyon kiverte a biztosítékot, és iszonyatos felháborodás volt, és ment a hőzöngés. A drága kollégáknak üzenem, hogy ne gerjesszék a feszültséget így egymás van. Között, mert rá fognak menni. Meg jó lenne, hogyha ennyi után leesne nekik is a tantusz, hogy ez a rádióműsor, ez nem a RTL klubnak a leányvállalata, ez egy független. Így van. Plusz kicsinyes is lenne egyébként az RTL részé. De nem szólt. Nagyon-nagyon normális. Mondom, soha nekem abból bajom nem volt, hogy én egy TV2-s műsort tolok. Én nem hiszem egyébként, hogyha egy műsort megnéznek szombaton vagy vasárnap a másik csatornán, 100 000-kel, 200 000-kel, 1 millióval többen nézik, hogy kedden mondjuk itt volt a Baby Gabi, és a Gáspár Laci. Arról nem beszélve, szóval, hogy mind a kettőjükről elmondható ugyanaz, hogy elég sok RTL-es műsorban benne volt. A Gabi nagyon sokba, egyébként meg a Laci meg ott volt velünk a Celebben is, nagyon sokat köszönhetünk vice versa egymásnak. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk itt másfajta szerkesztési elveket kell vallani, és nem is lenne túl korrekt, ha egy oldalon gondolkodnánk. Na, aztán, ha elbukott Feri ellen a fogadásod, akkor is válasz nyilvános előadásokat.
Azzal gyerekek, a fejjel hát valaki intézze el, hogy a Feri rágyújtson, tehát valaki intézze el. Nekem mindegy, hogy elkábítjátok, nekem mindegy, hogy ketten lefogjátok és cigiteztek a szájába. Én nekem mindegy, hogy kiütitek valami házi pálinkával, és amikor magatetletlenül fekszik egy biatorbágyi disznóvágáson délben, megcigiztetitek, lefotózzátok, csak valamit csináljatok, mert hát, nem, bizony közel nem akarok kompassz lenni, és a csávó nagyon elszánt. Nagyon még elszánt. Másfél hónap. Mosolyog, jókedvű, tudja, hogy csal. Tehát valami nem stimmel. Vagy kimosták az agyát, a vagy kiütötték a gerincét. Nem? Tehát ilyen kiegyensúlyozat nem lehet, Jani. Mit szólsz? Tudja, hogy csalás van a dologban. Csak nem? Jó vagyok, csak ezt ő nem mondja ki, érted? A Jani nem olyan, hogy ezt kimondja. Erős vagyok, és jó vagyok. Ennyi a titok. Én a pillanatra várok, Feri. A pillanatra. Érted? Én most itt nem... Én olyan kapus vagyok, aki akkor ugrik, akkor lép, amikor megy a kapura a labda, nem? És most nem fog itt csapunk. Megvárom a pillanatot, és akkor lecsapok. Ja, Istenem, de mire csapsz le, hogy majd röhögsz te is? Hát figyelj, nekem nagyon kényelmes helyzetem van, mert én nekem mind a kettő jó. Tehát az is jó, hogyha a Feri megcsinálja, és akkor majd te betárazol egy pár hónapra előre kobakkendőből. Nem, kobakkendőm soha nem lesz, akkor inkább fázom meg az összes anyagymám. Ha egy kobakkendő, akkor levághatod a bal kezem, ha én felveszek kobakkendőt. Meghagyom DJ Dominiknak. Jani, Feri, milyen a bringátok? Milyen márka? Mennyit tekertek? Te bringázom? Én igen, tegnap voltam fönn dobogókön, az azért egy elég kemény 90 kilométeres túra. Mi nem jött a volán? Nem, csak föl szoktam rá így ülni. Ma megyek a Velencei tókört. Én azért elég sokat tekerek. Igen? Aha. Múltkor egy almával láttalak a kezedbe. Szeretem. Jó az alma. Például almával? Őt is szeretném. Sportbringa, versenybringa? Ja nem, egy ilyen túrabicikli. Nem lehet az én súlyomra, nem lehet versenykerékpárt kapni. Elmész kocsival, kiviszed a bringát valameddig? Nem, én fölültem otthon nálam, áttekertem az északi vasúti összekötőn, kimentem végig a Rómain, Szentendre, Szentendrénél föl, Pomáznál föl, mi az, Piliszent László dobogók. Azt megdöglöttem, viszont lefelé marha jó gurulni. Úgyhogy egy ilyet nyomtam. Most meg hétvégén megyek Velencére, srácokkal tekerünk egyet. Én ezt imádom, a bringa a legjobb dolog a világon. És mert Pomázról tekertél föl? Föl. Nem Pomázról, Budapestről. Budapestről. 13. kerületről, ez 90 km oda-vissza. Atya Isten. Háztóházig. És fölfelé gyakorlatilag. Ilyen. Hmm. Ez a test, ez csodákra képes. Van körülötte egy védőburok. Tudod, hogy ne lázódjon. Mi ott? Egy mini mi van benne? Egy gép van oda benne. Egy élő szövet vagy a belső fémvázal? Igen, csak a szövet túl vastag. De sose felejtsd el, nem a táv a lényeg, hanem az áttétel. Na jó, gyerekek, hát azért egy 90-es letekerni, azért az komoly. Ha meg fölfelé, ott a dobogókő az izgalmas, tehát az utolsó ilyen 400 méteres szint vagány, az már ott. Ráadásul az írja egy hallgató, hogy ez mind nikotinkúppal, nem, a kutyafáját. És a nikotinkúp miatt végig kiállva a nyerekből. Igen. Mennyire sportos, nem csak a kúban. Nem bírok leülni, annyira fáj. Igen. Mit gondoltok, Dir Gergens vezetésével végre tényleg erős műsorok lehetnek a TV2-n? Kérdezi valaki. Na hát ez. Kiválaszolja hát meg. Ti ismeritek a fiatal embert. Én most elmennék mellette az utcán, így nagy hirtelenség. Nem is kell ismerni egyébként, hát egy felső vezető, tehát nem is nagyon celeb. Ő a műsorokért nem volt? Nem ő volt a műsorokért. Elsősorban nem. Tehát a Dirk az RTL-nél is hagyta azokra, akik ahhoz valóban értenek. Nyilván programstratégiát egyeztetett a Péterékkel, de hát egy vezérigazgatónak nem is feltétlenül ez a feladata, hogy megmondja, hogy most melyik műsorban ki legyen a műsorvezető. Arra ott a programosztály és a programing, persze. Ahhoz nagyon sok minden kell ám, hogy jó műsor szülessen, egy ember nem elég hozzá. Ugye? Tehát attól, hogy van egy jó vezérigazgató valahol, attól még azért a többi pozícióban is jó embernek kell lenni. Hát igen, a kérdés ugye, hogy mi lesz eleve a TV2-vel, ugye? Tehát ez az adok-kapok dolog, ez most érdekes, tehát az ember partvonalról figyeli, nem is nagyon tudsz mit csinálni, mert annyi belsős info, annyi szerződés, annyi kitétel, annyi opciós lehetőség, hogy nyilván mi is azt tudjuk, amit a sajtóban olvasunk, mert hogy nincsenek ennél bejebb információink. Naponta jelennek meg egyébként cikkek, hogy éppen most melyik tulajdonos van házon belül. Ez az egész tulajdonosváltás azért ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Tehát a TV2 ugye elmondja sokszor magára, hogy szenvedélyük a szórakoztatást, tehát hogy azért ők ezt így... Ebben most van. Igen. Ezt megmutatták. De ez a... Igen. Igen. Ez a magánéletük nyilván. Amit mi erről mondani tudunk, és amit tévésként az ember... célja, hogy ott ami nagyon nagy reformra van szükség. Tehát az biztos, hogy szinte a nullára kell az egészet gyalulni és újraépíteni. Szerintem, de nekünk, mint RTL-nek, meg szerintem nem is az RTL fontos, hanem a néző,
az a fontos, hogy valójában legyen az RTL-nek egy jó erős konkurenciája. Erről két vagy három hete beszéltünk, mi történik? Jó műsorok születnek, sok műsor születik, tud a néző válogatni, sok ember kap munkát, sok ember tud dolgozni, és a nézőt is kiszolgáljuk. Itt is jó műsorok születnek, ott még jobb műsorok születnek, tehát mindig az a jó, amikor konkurencia harc van és rivalizálás van, mert akkor költenek, akkor jönnek a bevételek, akkor forgatják vissza a bevétel nagy részét műsorra. Tehát az egy hálás szerep nekünk műsorkészítőnek, ha harc van. Úgyhogy én abban bízom, hogy eldől előbb-utóbb, hogy mi lesz a TV2-vel, és valójában elkezdődik egy olyan harc, nem háború, hanem a szó jó értelmű harc, amikor is tényleg a néző van szem előtt, és valójában tényleg jó műsorok készülnek. Hát senki ne gondolja, ha nincs konkurencia, akkor nyilván az RTL-nek sem érdeke 1000 műsor csinálni. 1000 műsor akkor készül, ha tudjuk, hogy a másik kereskedelmi csatornán is 1000 másik műsor készül. Tehát én ennek drukkolok kívülről figyelve az egészet. Ez a legfontosabb, szerintem a néző szemével is. Megem meg csak egyetlen Dirk érdekel. Udo Dirk Schneider. Az Except egykor énekes. Látod? Hát ezért szeretlek téged. Hát de legalább őszinte. Igen. Na, nézzük még, hogy milyen kérdések vannak. Mit szól a családotok, amikor róluk beszéltek, kifigurázzátok őket? Hát, csak annyira figurázzuk ki őket, mint amennyire saját magunkat is figurázzuk ki. Egyrészt ugye szerintem nagyon őszinték vagyunk mind a hárman ebben a műsorban, ugyanezt kapják idézőjelbe otthon is. Hát azért választottuk őket, azért vagyunk együtt, mert egy picit hasonszőrűek, mint mi. Ők is nagyon-nagyon jól ismernek minket, van önkritikájuk, van önironiájuk, nyilván tök jókat röhögnek, amikor ezeket a dolgokat hallják adásban. Nincsen ezzel szerintem az égvilágon semmi. Nincs. Hát, hogyha tudsz úgy nézni a másikra, ahogy ezt itt a műsorban elmeséljük, akkor valószínűleg ő is tud ugyanígy rá. Tehát ez nem is kifigurázás, ez nyilván a sztori vicces vagy viccesnek vélt elmesélése, de nem figurázott ki attól őt. Ennyi. Hát, hogy tényleg mondjuk, ha az én páromról van szó, akkor ha ez megnyugtat benneteket, együtt röhög veletek, akár saját magán is. Mert jó humora van. Igen, meg hát azért rólunk lehet tudni sokszor, igen, ahogy nekem pont a Kolosi mondta, hogy hát nem, azért nem lehet haragudni, mert az anyámat eladnám egy poénért. Igen, hát az ember néha az adás hevében, az adás hevében azért picit odadob bárkit, de tényleg nincs ebből sértődés, meg talán sosem megyünk azon a határon túl, hogy annyira kiadjuk az életünket, vagy a hozzátartozóinkat, a szeretteinket, hogy abból azért nagy balhé legyen. Nem? Tehát azért az ember próbál figyelni. Tehát azért ők is dobjanak be valami közös. Néha vannak kívások, amikor valaki föláll, kicsit kimegy, és úgy kezdi, ne haragudj szívem. Igen. Tudjuk, hogy most rózsaszín telefon van, nem jön vissza. Igen, hát van egy kis balhét, de majd megoldjuk, visszajön pillant egyet, oké, megoldottam, és folytatjuk az adást. Mind a hármunk életében van a kérek, hogy hazamegyünk, és akkor azt mondja a párunk, hogy hát akkor mondjuk nyeltem egyet, amikor bedobtad, hogy. Igen, igen. Na, nézzük a következő kérdést. Azt mondja, hogy nem féltek, hogy a bulvársajtó munkatársai küldözgetik ezeket a kérdéseket, hogy másnap legyen szalagcím. Nyilván nem írhatnak ők is egészen nyugodtan. Azt mondja, hogy egészen beteg kérdések is vannak. Mikor voltunk először nővel? 16. 16? 16 éves voltam, igen. 1916. Közvetlenül az első világháború kitörése után kéblem. Azzal cibáltam a bugjába, hogy megyek a frontra. Aztán rohadtul nem mentem a volt. Kérdezi valaki, mi a véleményetek a nógrádi ügyről? Hát ez is egy érdekes dolog. Mi mindenképpen szeretnénk őt egyébként a jövő héten megszólaltatni. Vártunk baromi tudatosan egy hetet, hogy mindenki leírja, mindenki oda kommenteljen, mindenki elmondhassa a véleményet pro és kontra. Aztán, hogy nyilatkozik-e ő erről nekünk, vagy nem, nem tudom. Azon is gondolkoztam, hogy én mit tennék hasonló helyzetben, ha egy ilyen ügyem lenne éppen. Vannak furcsaságai a történetnek. Vannak furcsaságai. Mi nagyon kedvük és nagyon sokszor megszólal nálunk. Ugye? Ezt azért lehet mondani, jó a kapcsolat. Így van. Kedvel minket. Kedveljük. Én egy nagyon nagy koponyának tartom őt, és egy nagyon nagy szaktekintének, de valójában tényleg vannak furcsa dolgok, amiket az ember többféle portálon, többféle médiumon olvas.
És ha az igaz, akkor azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy azok beírására miért volt szükség. Ugye valaki nem tudná, Nógrádit most körülbelül két hete megtalálták, hogy vannak olyan állítások az önéletrajzában, ami nem igaz, nem valós, nem létező intézményekről, nem létező pozíciókról, sokszor talán nem létező helyeken, vagy létező helyeken, de úgy, hogy azon a helyen nem tudnak róla. Nem tudom, hogy ha ez valóban így van az ő esetében, erre mi a fenéért volt szükség. Tele vagyunk mi is kérdéssel. Nekem ettől hiteles marad, én nagyon szeretem. Én olvastam a könyvét, baromi jól, tájékozott, tényleg sok nagy tudású. De valójában tényleg lennének kérdések, amiket szívesen megkérdezünk tőle. Jövő héten teszünk erre egy kísérletet. Ha nem nyilatkozik, hát nem nyilatkozik. Van, de ha ő akarja, akkor nyugodtan elmondhat mindent, hogy miért volt rá szükség, ha egyáltalán így van, ahogy most állítják. Ha így van, azt akkor nem tudom, hogy nem értem én se. Igen, hogy miért csinálta. De nem mondja el azt. Hát én egy picit úgy érzem, hogy körülött egy ilyen filigasságokra építő lejárható kampány van most jelenleg. Valaki hát egy egészen konkrétan egy médium így rászállt, és akkor így igyekeznek minden keresztvizet leszedni róla. Szerintem ő egy nagy koponya, nagyon jó humorú, nagyon jó beszélőkívű ember, aki hosszú évtizedek óta jelen van így a magyar politikai életben, hanem is így a közvetlen a tűz közelében, de kiül tanácsadóként. Szerintem megkérdőjelezhetetlen az, hogy egy nagy tudású emberről van szó. Én se értem, hogy mik ezek. Igen, a valótlanságok. Igen, hát itt most beszéltem karaktergyilkosságról, meg hogy az Index írja, meg hogy a 444 írja, és a Nógrádi ugye a kormány közeli, és akkor most lejáratják, klasszikus karaktergyilkosságot látunk. És hogy igazából nyilván oka van, hogy milyen típusú orgánum írja, és hogy milyen médium, melyik oldalon áll, fene se tudja, hát azért vannak valójában tényleg érdekes dolgok ebben az önéletrajzban, vannak aztán a Nógrádinak is érdekes reakciója. Mi jövő héten felhívjuk és megkérdezzük, hogy mit mond erre. Az egyik oldalnak a véleményét már ismerjük, azokat a idézőjelbe vett tényeket, amiket ők állítanak vele kapcsolatban, majd Gyuri bácsi elmondja, hogy ő neki mi erről a vélemény, aztán majd mi a kettő alapján majd hozunk egy véleményt vagy egy döntést. Igen. Kivel kerülnétek szívesebben kettesben egy lakatlan szigetre? Fridivel vagy a Bereckivel? Ők ketten egy. Na tessék! Na, őszintén. Na gyerünk. Hát, Fridivel. Ha kettő közül lehet választani, akkor Fridivel. Tehát egész nap magázódnál, igen. Fura kérdésekre válaszolnál. Fura kérdésekre, de nem énekelne. Igen. Hát mi a Bereckivel, ahhoz elég hamar összeverekednénk. Tehát lenne egy csetepati. Ott csak egy maradhatna életben. Nem? Tehát valaki feltenné rá az életét, hogy meg akar élni a másikat, és utána tűzön megsütni, és álmolva meg egy halt, ne haragudj Zoli, meg kellett ott tegyem. Ki tudja, mikor jön erre egy teherszállítóhajó, amire felférek. Igen, a combod és a karod pont jó lesz egy hétig. Hát én azért a Fridivel is sokszor találkozom, én bírom az új műsorát, de azért mindig van egyfajta rezgés a mi beszélgetéseinkben, tehát ott lehet, hogy csak két nap után, amikor alszik, akkor támadnék. De hát akkor már két nap. Álmában ejteni fogjuk. János, te kivel menni? Én megtanulnék úszni. De nem tudsz. Folyamatosan visszadobna a tenger. Folyamatosan olyan áramlatod lenne. Így hogy... van. Annál gyorsabban tutajt építeni, még senki nem tudott, ahogy én építenék, és megpróbálnék onnan meglépni. Értem, mind a két ember tekintetében lennének szerintem problémák. Amikor a Fridi mondjuk egy héten hatszor kérne meg arra, hogy János, hozna még abból a kókuszból, amiből tegnap menne, halászna esetleg, megtenni nekem azt a kultúrember. Igen, reggel ülnél a kis pecabotoddal, tudod, Fridi megjelenne a kis köntösébe, fél tízkor finoman feláll a járása. Maga mit csinál? Épp halat fogom, hogy tudjál mit enni. Megtenni, hogy csihol helyettem? Ugye? Hogy azért nem tudom, hogy van-e jó választás hosszú távon. Nem tudom, hogy van-e jó választás alapján. Egy nap alatt szétszedne, levetkőztetne, az egész illetedet elmondanád neki. De azért mondjuk hosszú hónapokat, hát nem túl szerencsés. Nem túl szerencsés élethelyzet. Janitól kérdezném az új Slayer album. Nem hallottam még, egy dalt hallottam még róla, az bejött, de én egy totálisan old school arc vagyok ebből a szempontból, és nekem tényleg a régi Blood az Isten. Tehát, hogy és akkor minden csak azután következik. Én a régi albumokat szeretem, én öreg ember vagyok már. Tehát, hogy nagy klasszikusoktól minden, tehát, hogy a Metallica nekem például bezárta a kaput a fekete albummal, de már az se volt annyira frankó nekem. Tehát, hogy én ilyen régi arc vagyok, úgyhogy. De majd meghallgatom mindenképpen, és nagyon szurkolok nekik, mert csípem őket.
Igen, jók? Egy dalukat nem hallottam soha. Persze, persze. Tehát, hogy most legutóbb volt egy nagyon kellemes élményem velük kapcsolatban, mert benn voltak egy tévéműsorban, ahol a mi Julink is dolgozott, és pontosan nem az egész zenekar, csak a Dave Lombardo. És a Lombardo Magyarországon volt egy másik projektből kifolyólag, és elvitettem a Julival az én otthoni kis régi bládomat, és aláírattam vele, és aztán hozta vissza, és kinyitott, és ott volt benne a Dave-nek az aláírása, és onnantól kezdve én már. Azzal alszol. Igen, picit nyom, de meg lehet szokni. Így van, és Móni egy kicsit féltéke. Igen. Na, aztán nagyon-nagyon sok kérdés. Honnan tudjátok, hogy az igazival vagytok? Honnan tudjátok, hogy pár év múlva nem lesz, vagy nem lehet más, aki megmozgat? Kérdezi egy hallgató. Na? Jó kérdés, hogy nem lehet más. Hát ilyet szerintem soha senki nem állíthat, hogy élete végéig, nem? Azt figyelj, tehát azt tudnod kell, hogy ő az igazi, azt pedig nagyon egyszerű megmondani, mert hogy vannak bizonyos szituációk az évek során, amikben kiderül, hogy ő milyen ember valójában. Az első egy-két-három hónap, vagy talán még megkockáztatom, mert az első egy-két év is az elröppen, az jó, ott picit alkalmazkodtuk egymáshoz, van benne egy kis álságosság, van benne egy kis tereget, és mindig egy picit próbálod meg a jobb arcodat mutatni a másiknak, mint amilyen valójában vagy. Aztán a hétköznapok mutatják meg, majd azt, meg a hullámvölgyek elsősorban. Nem amikor minden megy, nem amikor jön a pénz, amikor megvan a munka, amikor még a szerelem is ott, amikor még csinos vagy, meg szép vagy, meg helyes vagy, meg kívánatos, hanem a szürke hétköznapok, azok mutatják meg neked. Meg mondom, azok a kellemetlen szituációk, amikben kerülsz, meg amikor tényleg a seggedek is kilóg a gatyából. Mert ha akkor is melletted marad, ha akkor is kitart melletted, hogyha akkor is inkább megy veled, és nem pedig húzatja magát, akkor kiderül, hogy ő az igazi. Szóval ezt tényleg csak az idő tudja megmutatni. Ennyi, ez kerek volt. Nincs mit hozzátenni. Ezt odarakta, a gyerekek. Ezt odarakta. Tesó, a kutyafádat, tesó. Yeah. Tesó, a kutyafádat, de oda tetted ezt most. Figyellek egy ideje, de most odavágtad. Most azért érted, azért egy picit én is azt gondolom, hogy ott voltam. nézlek, a betyárját nézlek, de ezt most azért... Ezt most azért odavágtad, igen. Nem tudom honnan jött, de biztos, hogy nem saját sérú. Hihetetlen, komolyan mondom, hogy a Coelho vagy, Eckhart Tolle vagy. Nagyon szép volt, igen. Azt mondja, hogy srácok, ha bármelyikőteket el akarjuk hívni valahova, hogyan tudunk veletek kapcsolatba lépni, ezt mi nagyon sokszor mondjuk a legegyszerűbb a morningshow@classfm.hu. Tehát itt találnak meg bennünket, a közönség találkozóra kell menni, ha disznótorra kell menni, ha disznóvágásra. Ha átverjenek, hogy külön Facebook oldala is van, ott is megtalálható, de tényleg ez a legegyszerűbb. Tehát bármit szeretnétek, látjuk, olvassuk, ez hozzánk fut be, úgyhogy egészen nyugodtan. Illetve a WHO fekete listáját megtaláljátok privátban, Feri. Összes elérhetőség kitéve. Igen. Ezt már megkérdezték top 5 pornó színésznő János. Ez már megvan. De ezt már nagyon sokszor elmondtad. Igen. Na, a Ferit miért patintotta ki a TV2? Én a Ferit akarom, a Ferit nem patintotta ki a TV2. Hát egy műsorból igen. Egy műsorból igen, azt sajnálom. Van, amit én nem vállaltam, ugye az Ezek megőrülteket, azt én már nem akartam. És mit sajnálsz? A 40 milliós-t, ami 50 lett. Ezt miért sajnálsz? Mert azt én szerettem csinálni, ezt a műsort. Az jó volt. Én ezt a vetélkedni, a formátumát is szerettem. Az elején ott nagyon sokat botladoztam, az nekem az volt az első. Elestőre a lépcsőn. Igen, mire fölmentem, meg hát ugye a súlyom miatt is meg kell erősíteni a cuccokat. A második szériáját már nagyon szerettem, de ugye ezt a Claudia kapta meg. Azt egy kicsit sajnálom, de nem pattintott ki, van másik. Nem, hát vagy persze. Van másik. Meg ráadásul, hát ugye az talán nem titok, ne hogy... Ne dicsérd, köszönöm. Ja, ne. Várjál, igen, ott több ne sajnáld ezt. Ne sajnáld, ezt a Claudia sem menti meg, ezt a műsor. De nem azért, mert jobb vagy rosszabb nálam. Nem azért mondom, hanem ez nem egy jó formátum. Nem jó, nem. Tényleg? Nem, ez nem egy jó formátum. És a TV2 azért hajlandó, vagy volt régen, reméljük ez változik, hogy egyszerűen nem bevállal olyan formátumokat, amik egyszerűen nem jó és nem izgalmas. Ez a Boom is egy nagyon-nagyon rossz formátum volt. Tehát pont kétszer érdekes, hogy fölrobba. Boom. Na, a harmadsz olyan dögunalmas volt, hogy és nem a Tibi és nem a Klau hibája volt, olyan dögunalmas volt, hogy egyszer már senki nem, hogy boom, festékes lettél. Hát az ennyi. A baj ezzel a műsorral leginkább az, én néztem a Klaudiát benne, és helyes, aranyos, tehát hogy semmi baj a Klaudia, hogy elképesztően lassú. Tehát ma már, ja, amikor az ember inger küszöben nem ott tart, ez még régen a legyen ön is milliómosban volt, hogy
10 percet, 8 percet ültek egy kérdésre. Tehát amíg felpakolja a pénzt, amíg lepakolja a pénzt, amíg kiderül, hogy jó a válasz, amíg újra megjelenik a kérdés, újra felpakolja. Olyan lassú a műsor, hogyha jön egy válasz, vagy egy kérdés, amire egyértelműen tudod, hogy mi kell, nem tudom, a somlói galuskába, dió, nem tudom. Vacsalpörkölt, vagy velő, dió. És 8 perc, mire kiderül, hogy tényleg dió kell bele. Yeah. De ha nem tudod a választ is, tehát nem ilyen irányba megy a televízió. Nagyon, ne sajnál. Egyetlen dologban fejlődött a műsor egyébként, és ez is egyébként Ferének köszönhető, hogy az ő lóvéját hozzáadották a nyeremény alaphoz, és így lett a milliós legyen. Adásonként a tizet. Adásom, de jó vagy. Igen. Igen. Ennyi, vagy a Klaus ebből még berádom a tizet, hogy akkor legyen már más. Ezt most viszed gratis, Klaus, de a Feri pénzét hozzáadom. Maga a formátum lassú, tempó, ritmus, szórakoztatás. Én nézem, én minden új dolgot megnézek. Én a Klaura is nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy csinál egy ilyen típusú műsort, milyen eszközei vannak, hogy teremt feszültséget, hogy játszik a ritmussal, a tempóval, vannak-e másfajta műsorvezető eszközei, mint hogy humoros és jól reflektál. De egyszerűen agyvérzést kaptam, hogy 8 percig kell várni a következő kérdése. Megfontolt, érted? Hova kapkodjunk? Csak pakolnak, úgyhogy kell az, hogy mitől teszel igazán izgalmassá egy vetélkedőt, vagy mitől működik egy adott formátum. Szerintem egyébként a TV2 sokkal jobban ért az olyan típusú műsorokhoz, ahol sót kell csinálni, szórakoztatni kell, felszínes a dolog, jó, röhögnek, és az egész baromira működik. Abban a TV2 mindig jó, nem értem, miért erőltetik azt, amit nem tudnak igazán jól megcsinálni. Nem tudnak igazán jól megcsinálni egy ilyen típusú kvízműsort. Próbálkozunk, egyszer jó lesz. De ja, nagyos vagy. Én a Nórinak is nagyon kíváncsi vagyok a műsorára, de hát tényleg komolyan mondom, és én mindenkinek mindig baromira drukkolok, hogy legyen jó. Nagyon jó. És szeressék, és nézzék. Szerintem a TV2-nek ez a szórakoztató irány, ez valahogy sokkal jobban áll. Sokkal jobban áll. Hát ezt látjuk az adásvételnél is, ugye? Hogy ez egy... A szórakoztató részé. Hogy ez egy vicces. Igen. Na, drága hallgatók, Robika, ne haragudj, a birodalmi katonáknak van családja, és hol élnek, nem jutnak már idők ilyen típusú kérdésekre, de egy hét múlva folytatjuk. Jó, baromi sok kérdés van, folytatjuk, ne haragudjon az, akinek most nem tudtunk válaszolni. Eleve nem tudjuk, hogy a rohamosztagos páncélja mögött ki van. Lehet, hogy egy rohamosztagos van, és egy nagy család gyalogon mögöttük. Igen. Jó, úgyhogy ennyi már, folytatjuk a jövő héten. Köszönjük szépen, drágák vagytok, hogy ennyit kérdeztek. Tényleg ne haragudjon az, akinek nem tudtunk válaszolni a kérdésére. Játszunk, már itt is van a játékosunk. A Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Rita vagyok. Hello, Rita, honnan hívtál minket? Pestről. 13. kerület, hogy Ferinek egy kicsit. De drága vagy. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem nagyon lájtos. Lájtos? Abszolút, nagyon barátságos kis kérdéssor. Na figyelj akkor. Rita. Figyelek. Itt szól az első kérdés. Hány pontot ér egy sikeres büntetődobás a kosárlabdában? Megkapkodj. Egy. Így van. Na. Ennyi. Azt dobják a vonalról. Igen. Ja. Igen. 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 Nem mindegy, melyik vonalról. Igen, melyik vonalról. Hát nem, ott a kosárral szembeni. Nem tudom hány métert. Mindegy. Egyet, a mezőny kettőt, a körön kívül pedig az egy három. Körön kívülről hármat, igen. Na, menjünk tovább. Menjünk. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik amerikai író könyvei a kóma, a láz és a fertőzés? Robin Cook. Így van. Zahergan. Így van, Robin Cook. Hát az orvosi krimi nagymestere, igen. 500 millió eladott példány, vagy valami ilyesmi. Irgalmatlan nagy szám. Atya Isten. Na, mit csináljunk? Mint a havas. Igen. Mit csináljunk a harmadik kérdésre? Menjünk tovább. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik megyénkben található a Dunántúl legmagasabb pontja, az Írott-kő? Melyik ez a megye? Melyik megyében Írott-kő? Uh-huh. Így van, és már egy picit segítettünk is azzal, hogy a Dunántúl. Vas megye? Ki volt, aki súgott? Kolléganő. Jó, nem baj, csak kérdezem, hogy nyugodtan nevezd meg. Hát nekem remek kezem, lábam, én most csak figyeltem rájuk ennél az utolsónál. Igen, sokkot kaptál, annyira izgultál. Egyébként tudtad volna valószínű, persze. Megvan az ajándékcsomag, ügyik vagytok, gratulálunk. Jézus, de jó. Köszönöm. Régóta szeretétek volna? Hát én már egy pár hete
amikor tudok, akkor írok SMS-t, tehát jelentkezek játékra. Hát most nagyon meglepődtem. De jó. Na, örülünk akkor. Küldjük, jó? Nagyon szépen köszönöm, szép napot nektek, sziasztok! Hello! Sziasztok! Szia! Szia. Három. Igen? Bocsánat, még egy kérdés, egy gyors válasz, hogy Dave Lombardónak, a Slayer dobásának semmi köze nincsen a Lombard Leasinghez, jó? Fontos kérdés, köszönjük. 3:10, múlt 2 perccel, jövünk mindjárt vissza. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ügyeletes SMS-ekről beszélgettünk, mert hogy ugye Viki ügyeletem volt, és elmeséltem a történetet, nem volt zökkenőmentes a dolog. Kiderült, hogy sajnos mindenkinek van tapasztalata a magyar egészségügyel. Mondom most is, hogy nem az ott dolgozó ápolókat, ügyeletes orvosokat akarjuk bántani. Nyilván van olyan, aki mindent megtesz, és megpróbálja a beteget meggyógyítani, kiszolgálni és segíteni neki. De hát vannak sajnos negatív tapasztalatok is, hát ne csináljunk úgy, mintha nem lenne. Rengeteg hozzászóló volt, hogy kivel mi történt már ügyeleten. Erről beszélgettünk, valamint azon pillanatokat elevenítettük föl hallgatóink segítségével, amikor is hát megtudtuk, hogy gyermekünk lesz, ugye Adéról, Bencéről beszélgettünk, fiatalok, nem fiatalok, vajon hogy... Gyermekünk lesz, ugye? Már a tiéd is. Igen, hogy igen, hát ez, erről beszélgettünk, és próbáltuk elmondani, hogy ki mit szólt, amikor meghallotta, hogy gyereke lesz, hallgatóink is nagyon helyes SMS-eket írtak. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ezeket a pillanatokat. Hívjuk a nap hallgatóját. Már itt is van. Ki van itt? Ja, azt mondom, nem lehet, itt nem szokott itt lenni. Ki van ma, Whiteboy? Whiteboy, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello, merre vagy? Pesten kezdünk ma az Árpád fejedelem útján, és pont azt hallgattam, hogy a Ferinnek a múlt hétvégi biciklis útvonalán megyünk ma végig. De jó fej vagy. Pomát, Pilisvörösvár, Dorog, ez a környék lesz ma, és hát ugye ez a zárónapja ennek a kampánynak, úgyhogy ez az utolsó lehetőség, hogy 20 000 forint értékben valamelyik MOOC úton valaki üzemanyagkártyát nyerjen tőlünk. Úgyhogy Klassz FM-et hallgat, találkozik veletek az előbb említett úthonalon, ugye? Ez igen, a két fontos van, kitérni. Igen, és hát mond egy hibátlan Klassz FM szlogent. Hát ez nagyon könnyű. Nagyon könnyű. Könnyen lehet 20 000 forintot nyerni. Jól van, jó munkát nektek. Köszönöm szépen, sziasztok. Ciao, hello, hello, hello. Na. És majd megszámolgathatják a levágott turista szalámi véget. Amerre vettem. Igen, ott is jó. Amerre Serszi van, ott van a Feri. Annyira klasszik, nem? Az a vége. Erdély Gergely, tessék. Hello, jó reggelt, Morning Show, ciao. Jani. Hello, szia. Geri, Balázs, szia, írtál nekünk SMS? Írtam, igen. Csak nem mondtad, hogy Morning Show. Te lettél volna, vagy hát te vagy a nap hallgatója. De benyaltam. Beám. Nézem. Pedig jó volt. Igen. Ugye Bencéjék, Adélék, Istenes Bence Adélék terességéről beszélgettünk, és írtad nekünk, hogy szerintem 20 év alatt kicsit gáz, 20 év felett már Istenes. Hogy ezt írtad nekünk, tetszett, szellemes volt, és ezzel te lettél a nap hallgatója, Geri egyébként. Nagyon jó, örülök, köszönöm szépen. Nem tudlak már hallgatni benneteket ilyen 3-9 óta, úgyhogy... Dolgozom. Teljesen merült bennem, így van, dolgozom. Merre vagy helyileg? Győz. Győrbe hallgatsz minket. Hát ajándékcsomag nincs, de elmondhatod mindenkinek, hogy ma te voltál a nap hallgatója. Jó? Szuper. Köszönöm, srácok. Köszi, Geri. Ciao. Köszi. Hello. 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 Mi a recept? Kérlek szépen, nemzeti összefogást hirdettem meg a WHO ellen. Úgy kezdődik a recept, hogy legalább 15 dekagram jó minőségű vajpuha füstölt szalonnát vegyél, és 60 dekagram füstölt kolbászt. Ez mindenkinek megvan ez a recept, édesanyjuktól is örökölve a családi asztalnál mindenkinél ott van, tehát inkább az, hogy mindenki csináljon a hétvégén egy nagyon király rakott krumpli, amiben a füstölt kolbász benne van. Az én anyám ezt úgy csinálja, hogy mikor a zsírt kisütöd a szalonnából, azt hozzákeveri ahhoz a tejfölhöz, amit ráönt az egész cuccra, érted? És a pörcöt rászorja, és úgy süti meg. Tehát leírtam a saját receptet, de még egyszer mondom, tiltakozzunk együtt, mi emberek, mi férfiak, akik az igazi ételekért vagyunk oda, és gyönyörű nők, ezzel, hogy a hétvégén egy rakott krumplit mindenki csinál. De azért, ha valaki nem tudna, azért leírtam a receptet. Jó. Jó. Fent van, a Facebook oldalunkon. Gabi? Tudod, hogy még én is melléd állok vegetáriánusként, füstölt sajtot tegyél a tetejére benne, vagy? Azt a kutya fáját, ahogy te élsz. És van egy jó hírem, hétfő jön már az Abaházi.
Tényleg? Nem komolyan tudom, mondom. Hogy örüljünk-e, de köszönjük. Ez a ti dolog. Hozzád is jött egyébként kérdés 9 óra 25-kor. Sziasztok, a kérdésem, hogy csajozik a garami? Láttam róla a fényképet, hallottam a szövegét a rádióban. Egyszerűen érthetetlen. Látod, mégis sikerül valahogy. Én gyerekek, nem hiszitek el, hogy mennyire kaszál. Tehát, ez az univerzum nagy rejtélye, a galaxisunkon, a nőkön kívül a garami csajozása. Hát, én gyerekek... is értem. Gyerekek brutál, ahogy odaért. Tehát komolyan mondom. Komolyan mondom. Láttam test közelből. Hát, tehát egy még 29-es, ahogy elindult. Hihetetlen. Empatikus és nem válogató. Ennyi. Tud meghallgatni a nőt, és tud úgy csinálni, mint a érdekelne. Nem, Gabi? Ez egyébként nagy igazság hallgatni csendben. Hallgatni csendben. Igen, igen. Na jól van. Hétfő jövünk. Na, ha belőlünk nem volt elég, szombaton János újra debütál nálunk. Megint leszel. Halloween-es különkiadás. Halloween-es különkiadás, átjött Bali házi buliába egy kicsit. János, be leszel öltözve? Egy picit, igen, ránk kerültetek ezt. Persze, így van. Halloween-ban. Na, értem. Nem durván, nem durván. Nem durván. Aztán kellőképpen odapirítasz mindenkinek, úgyhogy ha nem volt elég, akkor mindenkinek ajánljuk. Így van. Gabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00 a telefonszám. Kérjetek dalt, mi pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.